le, tehát ilyen irányba, egy ilyen honismereti irányt vett a dolog, és minden, hogy az egyház is nagy támogatója volt ezeknek, tehát hogy egyházpolitikát is be lehetett látni már ezekben az időkben. És hát ez valamikor rendszerváltás után, amikor újra megerősödtek a civil kezdeményezések Magyarországban, vagy teret nyerhettek, akkor kezdte el reneszánszát élni maga a népfőiskola. És hát mondhatjuk, hogy egyfajta ismeret anyag bővítés, egy szemlélet bővítést jelenthet mindenki számára. Nálunk a kétfarkú kutyapártnál ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen bármilyen témára nyitottak vagyunk, tehát bárki úgy gondolja, hogy rendelkezik egy jelentős viszonyítással, akkor ebből, hogyha neki van egy előadás anyaga, vagy bármilyen formában úgy gondolja ezt a tudását, egy ilyen egy-másfél órás időkereten belül át tudja adni, vagy fel tudja kelteni az érdeklődést iránta, akkor jelentkezzen, és akkor szervezünk neki ilyen előadást. Magára az egész mozgalomra, hogyha ezt lehet mozgalomnak nevezni a népfőiskolákat, elég jellemző egy ilyen közös pontja is lehet azzal a szemlélettel, ami jelenleg most otthont is ad ennek a népfőiskolának, hiszen jelenleg a Dr. Ambedkar technikumnak az egyik előadó termében vagyunk. Ők fogadták be ezt a kezdeményezésünket. És érdekes módon, hogy tulajdonképpen ők házigazdái is a népfőiskolának, és az első vendégünket is az alapítványt vezető Orsos János személyében üdvözölhetjük. És amire akartam, hogy felhívnám a figyelmet, az előbb kicsit elkanyarodtam, hogy Móricz Zsigmond fogalmazott úgy, ami nagyon hajaz arra, ami Ambedkarnak is egy jelmondat, hogy hagyd a politikát és építkezz. Ugye Ambedkar híres jelmondata a educate, agitate and organize, tehát hogy tanítas, lelkesíts és szervezkedj. Tehát én úgy gondolom, hogy a Móricz Zsigmondi gondolatokra, meg a népfőiskola szellemiségéhez ez nagyon hozzáért, és nagyon köszönöm nekik, hogy ennek egyet teret adtak. És nem csak vendégül látnak minket, hanem egyben az első vendégünk is lehet János. És akkor már tulajdonképpen rátérhetünk a maga a mai témánk, vagy beszélgetésünkre, hogy és azt szeretném, hogy kicsit bővítsük az irányú és az emberek ismeretét, hogy egyáltalán hogy is került ide az Ambedkar iskola, vagy Ambedkar kicsoda, vagy hogyan jutottunk el a Baranyai hidastól Miskolcig, vagy a Kistigristól az Ambedkarig. Most el fogok mondani, hogy fussunk egy ilyen rövid kör, hogy akkor ki kicsoda, és ami fontosnak tartom el, hogy eljárt. Tibor kezdtem. Én itt vagyok igazgató, és előtte pedig valahogy itt elhangzott Baranyában dolgoztunk mi. Tehát itt ebben a megyében 16 vagy 17 éve vagyunk, ebben az épületben 5 vagy 6 éve, előtte főleg falvakban dolgozott ez, és az iskolának az a dolga, hogy érettségig elvigyen elsősorban cigány fiatalok, nem csak cigányok vannak azért nálunk, de azért nagy részt igen. És előtte tehát ugyanezt a tevéket pontosan ugyanezt csináltuk Baranya megyében, ott is falvakban is dolgoztunk meg persze Pécsen. Itt ez hangsúlyosabb, hogy a falvakból most bejöttünk Miskolcra. Itt ennek van egy a pedagógiával összefüggő tartalma is, ami talán Pécsen nem volt érdekes.
nagyon érdekes az, amit tapasztalunk, hogy a falvakban élő cigányok tulajdonképpen el vannak vágva nagyon-nagyon sok mindentől, ami azért Miskolcon megnyílik neki. Tehát itt ez egy jelentős lépés a sok diákunknak az életében, amit meg tudunk lépni, hogy bejönnek hát ebbe az épületbe és ebbe a városba, és ahhoz segítünk hozzájuk minden diákét lehetőleg, hogy túl lépjen az a perspektíván, amit a szegregált általános iskolák nyújtanak, és amit közmunka nyújt ezekben a falvakban. Úgyhogy ezt csináljuk mi. Lepert Tibor vagyok. Hát ez is. Sziasztok, Mocsi Ákos vagyok. Én a Borsok Kiszonéjén vagy Kicsárhíró. Ez egy nagy újság. Csak köszönettel a meghívást. Szeretném minden ilyen iskolci, hogy megy egy eseményt, amit gyűjtöttünk. Ezért vagy. Köszönjük a részvételt. Sziasztok, én Eszter vagyok, és rendszeresen látok. Ez a személyi iskolci, és ez a téma engem most különösen érdekel. Akkor ez ennyire fog látszani. Hello, én Benedek Bence vagyok. Melyik? Ja, Benedek Bence vagyok, grafikus és 2D és 3D modellező és animátor. Igazából csak pár hónapja kezdtem el igazán felfigyelni az MKKP-ra, és azóta itt a Miskolcon belül próbálom követni őket, meg ha tudok, akkor segítek. Ja. Mondjam én? Én nem vagyok senki. A nevem Balog Attila, és érdeklődőként vagyok jelen általában ilyen civil öntevékeny közösségi folyamatok iránt. Jó napot mindenkinek, én Jakubinyi László vagyok, Miskolcon a Szimbiózis Alapítványt vezetem, és már több mint 2 évtizede, és egy nagyon kedves meghívást kaptam, és így jöttem el. Szóval akkor Barnyától Borsodik. Barnyától Borsodik. Valami megérde, hogy a 90-es évek vége felé, közepétől vége felé elindult egy olyan szakmai műhely, ami szakmai műhely azt célozta meg, hogy cigány fiatalokat nem bejuttat középiskolába, mert már a 90-es évek vége felé is egyre kevesebb diák volt, hanem a cél az az volt, hogy megtartani a középiskolákban cigány fiatalokat, és ugye az első ilyen nagyobb állomásának a szakmai műhelynek az Akadémiai Gimnázium volt, és utána én 96-ban csatlakoztam ez az egész mozgalomhoz, de akkor már egy egyesületnek voltam én a tagja, aztán vezetője, ami egyesület tulajdonképpen koordinálta az összes olyan szabadidős és tanulási tevékenységet a falvakból Pécsre érkezett középiskolásoknak, amíg ahhoz kellettek, hogy sikerre vigyék a gimnáziumi tanulmányaikat. És ez igazából nagyon jól megy a mai napig is, igazából mindegyik szervezet fönnáll, működik, és ugye ez most már közel 3 évtizede megy, és olyan a 2000-es évek eleje felé figyeltem föl arra, vagy állt így össze bennem a kép, hogy tulajdonképpen ezek a szuperprogramok, hogy úgy neveztem őket, mert volt egy ilyen tehetségkutató kollégium is, ahol dolgoztunk, és akkor annak az volt a lényeg, hogy egy kis faluba volt, Mánfán, Pécshez 9 kilométerre, és a diákok, a bent lakó diákok, azok Pécs különböző érettségkutató iskoláiban tanultak, középosztálybeli gyerekekkel. És ez egy nagyon fontos program volt, pont azért, mert azt gondoltuk, hogy nagyon jó, hogyha van nemzetiségi oktatás, ennek helye van, tehát az nem kérdés. Ám, de ha van olyan
diák, aki mondjuk más területen is érdeklődő, és sikeres szeretne lenni, tehetséges, akkor annak adjunk lehetőséget hozzá, és ezért volt az, hogy akkor különböző pécsi iskolákba jártak. Szóval ezek a szuper programok a 2000-es évek végére azt láttam, hogy nagyon sikerült. Ezt tekinthetjük egyfajta ilyen felzárkóztató programot. Nem. Felzárkózunk, ezt nagyon utálom ezt a szót, hogy felzárkóztatás. Ez nem felzárkóztatás, hanem gimnáziumi oktatáson való részvétel, középfokú oktatáson való részvétel. Ebben nem volt semmi felzárkóztatás, mert nincsen kihez zárkóztató. De most úgy kézlekedettél, mert nagyon utálom ezt a szót, ezt a főzárkóztatást. És ezek a szuper programok tulajdonképpen azt láttam, hogy azokon a helyeken, ahol nagy arányban élnek cigányok, cigánytelepeken, vagy olyan falvak is vannak az Éltonántól, amelyek már teljesen elcigányosodtak, ott van, hogy nem látszanak ezek a programok elérni. Hogyha hallottak is róla, az körülbelül csak adáig jutott el, hogy hallottak róluk. És hát volt benne még egy csavar, hogy én voltam az az egyik ember, aki járta a Dél-Dunántúl falvait, és kereste a tehetséges cigány gyerekeket, és próbáltuk őket irányítgatni, kinek mi tetszik, mi érdeklődése van. Ezek a célok lehettek akkoriban ezeknek a gyerekeknek a mindeszipar programokban való készülni. Hát így van, és akkor amikor én jártam ezeknek a családoknál, azért mégiscsak föltűnt az, hogy nem mindegyik jön olyan szegény közelből, mondjuk ahonnan én jöttem, mert én egy cigánytelepről jövök, egy nagyon szép cigánytelepen nőttem, 16 kis Miskó volt, 80 akárhány emberrel. De azért az ugye a szépségem mellett is, a romantikus kinézetem mellett azért az azért zúzós is volt. És amikor láttam és jártam a falvakat, iskolákat, akkor láttam, hogy nem mindegyik gyerek jön ilyen közlekből. És akkor kezdtem el ezzel a szemmel gondolkodni, hogy vajon mi történik azokra, akik a cigánytelepeken élnek. Általában ezek jobban szituált, integrált környezetben lakó gyerekek voltak, akiket eleve a 8. osztályfőnök ajánlott arra, hogy na, a gimnázium, a cigány gimnázium mindenki is. És hát akkor volt az a elhatározásunk néhányuknak, hogy kéne kezdeni valamit azokkal, akik, mert eddig valójában ez a tömeg. Ugye, hiszen ha megnézzük a rendszerváltás óta, amikor már teljes gőzzel is, még a szocializmusnál is egyenlő beséggel állunk neki a nagyvilágnak, hogy milyen nagy szakadék keletkezett mondjuk az érettségizettek arányán tekintve. Ugye ezekről rengeteg számadat van, hogy milyen mértékben érettségiznek le a magyar fiatalok, és hogyha megnézzük ezt a szegregált közösségekben, ott nincsenek százalékok. És hát pont ezért gondoltam azt, hogy akkor mindaz, ami ma Magyarországon mindenkinek ingyenesen elérhető szolgáltatás, mondjuk a középfokú oktatás is, akkor azzal meg kéne kínálni azokat, akik hozzá se szabolnak a dologhoz, és akkor indítottuk el Baranya megyébe azt a fajta iskolát, ami ennek a előszobája vagy testvére. Kis testvére, igen. És ő volt a kis tigris. Ő volt a kis tigris, így van, de nagyot ugrottunk előre, és ott Amerikát csináltunk a kis tigrisből. És egyébként ott az volt a koncepciónk, mert néhány fiatal, mert azért az is van, hogy ugye telt az idő, eltelt néhány évtized azóta, amióta ezek a szuperprogramok elindultak, és nagyon kevesen maradtunk meg úgy magnak valójában. És kezdetben volt egy olyan törekvésünk is, hogy azok a fiatalok, akik bekerülnek a rendszerbe, azok majd, ha
végeznek a különböző oktatási fokozatokkal, térjenek vissza a közösségükbe, és legyenek hasznosak, és nem is tudom mi. És ebben mi nagyon hittünk. Olyannyira hittünk, hogy iskolát alapítottunk a végén, ugye azokon a térségekben, ahol mi működtünk. Olyannyira hittünk benne, de azért mégis azt láttuk egy ponton túl, hogy de majd lehet, hogy ezt később fogom kibontani, de mert hogy azért az a koncepció egy kicsit hibás, vagy nem megfelelő, hogy majd mi visszatérünk a településeinkre, és akkor meg hasznosan és hatatosan fogunk dolgozni. Ezzel eléggé hamar szembesültünk, mert akkor, amikor mondjuk fiatalok leérettségiztek, vagy már egyetembe kerültek, és mondjuk az önkormányzatok falvakban, az önkormányzatok környékén bármiféle állás volt, akkor abban biztosak lehettünk, és voltunk is, és mindig így is történt, hogy egyáltalán nem volt esélye egy cigány fiatalon bekerülni olyan munkakörökbe, ami munkakör mondjuk érettségével el lehet látni, hiszen ott volt a kocsmáros fia, az állatorvos, tehát ezek már még bejáratott, esélyozott helyek voltak, és tulajdonképpen nagyon kevesen maradtunk meg, tehát hogy majd a végén kitérek, hogy hogy is volt ez a... Ahogy nőtt a szervezet, úgy szálltak el a... Egyre többen érettségiztünk le, egyre többen diplomáztunk le, és akkor így telnek múlnak az idők, és akkor a diploma után valahogy azt láttuk, hogy nagyon kevesen vagyunk. De aztán kérdezik, hogy azért, hogy nem tudta Magyarországon még diplomával sem tulajdonképpen bármit is. Én ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet az oka, hogy bármit is csinálni. Csak ez a szűk maga, aki itt maradt végül is, akkor az úgy döntött, hogy akkor nekiáll is ezt az iskolát, elkezdi megalapozni, és ennek nagyon sok több évtizednyi tapasztalatnak a összegyúrásából alakult ki az a pedagógiai cél elképzelés, ami arra irányom, amit most csinálunk. De hogy miért volt hibás az a koncepció, hogy miért maradtunk kevesen, ugye? Hát egyrészt azért volt hibás, mert nem valósult meg az az együttélés, vagy az a közös cél, ugye, amikor a 90-es évek végétől már lehetett arra számítani, hogy csatlakozni fogunk az Európa Unióhoz, akkor számos EU-s forrás, vagy akkor nem EU-s, hanem FÁR-os program, az úgy volt megalkotva, hogy ilyen egyenlőség legyen, és hogy a roma participációs érvényesüljön, stb. És akkor voltak sikeresebbek a pályázatok, hogyha minél szélesebb skálán mozogtak ugye a résztvevők. És ez az időszak volt az, ami kicsit meg tudta lendíteni egyébként azt, hogy a cigány fiatalok elinduljanak a közoktatás azon szeretéhez, amihez most már egyáltalán nem nagyon jutnak hozzá, mert szükség volt az Európa Uniós csatlakozáshoz indikátorokra. Ugye, hogyha oktatási programok voltak, akkor indikátorokra volt szükség, és hát hála Istennek számos sikeres program volt, akik jó indikátorokat hoztak, én is egy ilyen indikátor vagyok egyébként. És ott le tudnál említani még pár? Erre van egy ilyen teljes könyv, amit összeírtunk, de ezt majd... Akkor elkezdjük meg is tudjuk nekik mutatni az amritás könyvet, amit az arankáig csináltak. Hogy... Mennyit fizetkentettél? Mi volt a kérdésem? Miben voltam benne most? Hát, hogy elkezdték, tehát hogy voltak egy indikátorok, tehát hogy támogatások, és azt látjuk, hogy... Miután már ugye megvan az indikátor, hogy a cigány gyerek leérettségizett egyetemre kerül, vagy elvégezte az egyetemet, akkor onnantól kezdve valahogyan az a szakma, az a segítő szakma, aki ezt az egészet elvidézte, nem tudta kezelni a helyzetet. Nem látta a rendszerbe azt az indikátort, aki mondjuk én vagyok, aki hozzám hasonlóan építkeznek, és tulajdonképpen azt látom ugye az évek múlásával, hogy eltelt 30 év, amikor én elindultam ezen az egész pályán, és nagyjából ugyanazok felzárkóztatnak, tréninget tartanak, és közösséget szerveznek,
cigány fiataloknak, cigány fiatalok nélkül, vagy cigány emberek nélkül, még mindig ugyanaz a szakma. Tehát egyszerűen tényleg megrázó azt látni, hogy ennek a elég szűk körnek nem volt elég 30 év arra, hogy kitermelje azt a réteget, aki tudom, valamilyen módon részt vesz azokba a történésekbe, ami arra a rétegről szól, akikről szólókozunk és cselekszünk. Na szóval, és akkor ennek a kevés magnak a másik fele, a nagy fele, az Nyugat-Európába kötött ki igazából. Volt a 20 éves évfordulója ennek az Egyesületnek, az Amerika Egyesületnek, aminek a egyik ilyen fontos állomása a iskolának az Egyesületben, ebben az Egyesületben jöttünk, itt szerveződtünk. És 65-en jöttünk össze, amikor 20 éves volt ez az Egyesület, és ebből a 65-ből három vagyunk otthon. Három vagyunk otthon, akik dolgozunk is azon a területen, ami területen elindultunk, a Tomicsana Mari Komlón, pedagógus, én és az Orsos Reni, aki a Sziget Fesztiválban dolgozik, mert egyébként jogász. Azt mondja, hogy az ügyvédi vizsgálat is letette már, de a Sziget Fesztiválban dolgozik évtizedek óta. Tehát vannak, akik helyileg esetleg Magyarországon vannak, de külföldi cégben dolgoznak, mint a Miklós. Hát meg az Almos, persze, de hogy igen, ilyenből is sok van. Hát akkor jól lehet, hogy két akadálya lehetett, hogy visszatérjetek, az egyik egyfajta személyes karrier építés, vagy hogyha a személyes karrier építés, azért az nagyon nehéz. Azért vannak olyan fogalmak, amik nem nagyon illenek egy bizonyos réteget. Azért egy cigány fiatalnak személyes karriert építeni Magyarországon, ez olyan furán hangzik, nem? Mert azért hangzik furán, mert nem nagyon hallom, vagy nem nagyon látunk olyat, hogy ebből lennének azok, akik ilyen. Nyilván vannak mindig olyan emberek, akik egy-egy dologért megmutathatók, mondjuk ahogy most én is megmutattam magamat, de ez azt hiszem, hogy ez nem az a karrier, amire az ember gondol. Tehát hogy ez nem úgy jött létre, tehát nem egy ilyen társadalmi igénynek a megfelelésére futottam be egy nagy karriert, hanem egy társadalmi igényel szembe csináltam meg magam, és nem hiszem, hogy ez karrier, csak ez valójában ez látszott a leginkább lenni, hogy mihelyt nem indikátorokról van szó, és nem kellene indikátorok, akkor már odafogyottá vált az egész, mert nem. Tehát nem jutottunk el abba a szakaszba, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és az Európai Uniós értékeket próbáljuk megérteni, gyakorolni, érvényesíteni magunkon, akkor valójában ez itt, ebben az esetben, hogyha a cigányokat veszük alapul, akkor itt nincsen semmiféle siker, átörés. Inkább arra gondoltam, amit kiolvasok, hogy talán két okra vezethető vissza, hogy kevésbé tértek vissza akkor a bázisra, úgymond a kiműveletekből függ, hogy talán rosszul fogalmaztam, inkább egzisztenciális okra lehet, hogy a másik meg tulajdonképpen, amit nem mondtuk ki a szó, de lehet tulajdonképpen az élő rasszizmusra. Hát tulajdonképpen ez is az egyik, így van, de nyilván ez a legerősebb része az a strukturális rasszizmus, ami Magyarországon van, de az amerikás fiatalok azért kötöttek ki 60-valahányan Nyugat-Európában, mert mi nem fogunk megállni és panaszkodni azon, hogy milyen hányatatos sorsunk van, nem fogunk hajat tépni, akkor most minket diszkriminálnak. Ha nekiállunk ennek, akkor nyilván nem lenne elég egy hét, amíg a sztoriaimban végezni. Ezeket próbáljuk így elengedni, és ennek ellenére próbálunk annak a társadalomnak a hasznos odafizető polgárai lenni, aki társadalom bennünket mindig fel akar zárkóztatni oda, ahova nem enged be. Úgyhogy valami ilyesmi az, ami bennünket víz. Hát nem panaszkodás, nem valamint állás, hanem
ami a fűben. Panaszkodóból nagyon sok van. Tehát, hogy azt már látjuk, nyilván vannak sokkal jobbak nálam ebben. De hogy nem feltétlenül kell, mert hogyha ha ezen visszük tovább a dolgokat, akkor az a minőség is olyan marad, ilyen a folyamatos panaszkodó. Megint találtunk egy közös pontot, hogyha már így a kutyapárt és Angrékkal, ugye ez a panaszkodás helyett inkább... Szóltak, hogy halk. Inkább nem tudom, hogy cselekedjünk. Tehát így beszélünk, akkor jobban hallja vajon ezeket, aki írta? Hát a... Élesebb hangon, ha tudtok beszélni. meg jobban oda. De egy kicsit közelebb mondjuk a mikrofonhoz, akkor már jobb lesz. Tehát ezen a panaszkodás helyett inkább cselekedjünk, vagy ha meg tudunk oldani, akkor oldjuk meg. Tehát ez megint csak egy kapcsolódási pont, ami megdobogtatja a kutyapártosként is a szívemet, hiszen mi magunk is azért így gondolkodunk. De hát itt már második ilyen dolgot találtunk, úgy tudom, hogy van még kapcsolódási pont, mert amikor az Ándrékkal Borsodban működött, feladtatok egy hirdetést, hogy buddhista beállítottságúhoz, hiszen történelmi találta kerestek az iskolába, és akkor erre a hirdetésre többek között a Dömeri Zsuzsanna nevű nagyon kedves ismerősünk jelentkezett. Hát azt nem hirdettük, hogy buddhista legyen, hanem csak tanárjárást hirdettünk meg. És igen, azt tudja, az jelentkezett hozzánk 2009-ben vagy 2008-ban már. Ne öregítsük, az Suzi, de régen volt. 2009-ben csatlakozott hozzánk szerintem, meg 2007-ben indultunk el itt. Nyilván 9-től volt egészen 15-6-ig, és ő volt az iskolának a pedagógiai vezetője. Úgyhogy, ismerjük egymást, de... és nyilván nagyon sok közös élményünk volt, és közös sikereink is vannak közös Szuzival, mert amikor a Szuzi hozzánk került, akkor ő nagyjából az ózdi telephelyen volt nem csókanyója, mert most mondjuk ilyeneket, nem olyan öregi, ugye, hanem a vezetője. De igazából nem annak volt a vezetője, mert az egész iskolának volt a pedagógiai vezetője, csak ő Ózdon töltött a legtöbb időt, mert akkoriban még nagyon sok telephelyünk volt több településen, és akkor az Ózd volt az, ami a Szuzinak volt a nagy erősége. Volt Ózdon, Kazán, és Bajókazán, akkor Alsó Zsoltán, Hegymegen. Hát Hegymeg, Tomor. Igen. Ennyi. Alsó Vadász. Hát voltak diákjaink például Alsó Szolnokról, vagy Abaúj Szolnokról, ahova azért gyakran oda is kellett menni, hát, messze, hogy mindentől. Is, igen. Szóval igyekeztünk igen jelen lenni a megyében különböző pontokon. És ugye nem tévedek, tehát ebből kiindulva, tehát egy Baranya, Borsod, tehát hogy ki azok a tájákat célosztáltak meg, ahol legnagyobb pont. Nem céloztunk meg semmit igazából, arról van szó, hogy akkor, amikor mi eldöntöttük azt, hogy mi a Gandhi gimnázium mellett megcsinálunk egy olyan iskolát, ahol nem a legjobb tanulókat hívjuk be, akkor mi kaptunk egy ilyen nagy hatósági ellenőrzést valami, vagy akkor most mit akarunk csinálni. És mindent ízekre szedtek, minden dokumentumunkat, majd ez, és hát nyilván látták, hogy ott történik valami, ez addig ment, hogy a végén ugyanaz a minisztérium, aki egyébként ránk küldte az oktatási hivatal, az megkért bennünket, hogy nézzük meg, hogy az ország azon részén, ahol jóval nagyobb arányban laknak cigányok, hallgatottan általános helyzetű emberek, lehet-e ilyen iskolát megcsinálni. Nyilván nagyjából tudtuk, hogy lehet, ez is nem más, mint egy Európa Uniós pénz volt, ez egy pilot program volt, amit el kellett tölteni a minisztériumnak, én is töltötte, és akkor mi 13 vagy 15 települést néztünk meg, Szabolcs, Borsod, Heves és Szolnok megyébe, és akkor így ragadtunk menni Borsodba. Nem azért, mert
nem azért, mert ez volt a legsikeresebb a települések között, amit megnéztünk, hanem azért, mert én 2000-ben már dolgoztam másfél évet hozzon, van a Adrián, de tehetséggondozó kollégium, ami már... Csak már az érettségi nincs kitűzve. Az érettségi már nincs kitűzve, de hogy annak a kollégiumnak a vitájára, amit Máfán működtettük, az egy nagyon sikeres kollégium volt, ami azt jelentett, hogy egy formában alakult a gyerekek, mindenféle tanári segítséget megkapnak, ám de napközben Pécs különböző iskolájban állnak hely, és akkor ezt a modell megrendelte az Oktatási Minisztérium, és akkor én másfél évig laktam abba a kollégiumba hoznom, és kerestem Borsod megyébe ugyanúgy a tehetséges cigány gyerekeket a kollégiumnak. És én akkor jártam először Sajókazán, és akkor láttam életembe Borsod megyei hatalmas nagy cigánytelepet, mert ugye az Ormánság, a Dél-Dunántúlon, a négy jövők, azok hát eleve harmadannyian élnek a cigányok, mint ebbe a térségbe, és maguk a cigánytelepek kicsik, és ilyen néhány, 1-200 fősek maximum, hát milyen kis 80 fős volt. Ugye az egyik ilyen legnagyobb település a Dél-Dunántúlon Alsó-Szentmártán, ami 1200 fős, az teljesen cigány falu, és akkor van még a Gilvánfa mellett, ami 4-500 fős. Ám de van itt egy 7-es húszdon, akkor van a Sajókazai 700 fős cigánytelep, meg van a Zsolcai 1000-2000, meg a Szentládi 1000-2000, és akkor ezeket én láttam, egyszerűen így ilyen sokkoló volt. Eleve az, hogy a tömeg maga, hogy mennyien vagyunk, és hát ahogy élnek. Tehát hogy az ipari nyomor, ami itt van, az nem ilyen felénk, ahol a mezőgazdaságra épülő jó viszony. Mert azért nálunk van, tehát a Dél-Dunántúlon mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy rengeteg sváb él a térség. És akkor a földművelés kapcsán nagyon sok cigánynak nagyon jó viszonya van a földművesekkel, a sávokkal, és akkor van egy ilyen folyamatos együttműködés és jó viszony, ami egyáltalán nincsen. Tehát én sose láttam olyan Borsod megyébe, hogy egy magyar déli kertjébe egy cigány kapáljon bele együtt. Ezt még nem láttam. Még felénk ez megszokott, azért Baranyában ez azért, vagy Dél-Dunántúlon azért megszokott, de hogy az is megszokott ugye a Dél-Dunántúlon, hogy a cigány fiataloknak, vagy a cigány embereknek lehet más státusza is, mint amit mi elképzelünk róluk. Ugye, hogy nyilván pont azért, mert van a Gandhi gimnázium, akkor van a megyei körtel, ami egy cigány asszony volt az igazgató, egy tizedeken keresztül a lányos. Három lesz a kereszt, Katalin. Kalányos Katalin, igen. Szóval, hogy azért így az nem volt ördögtől való. De amikor én eljöttem ebbe a megyébe, mert én dolgoztam a 2000-es évek elején az Oktatási Minisztériumban, és akkor még egy esélyegyenlőségi szakértő is voltam, és akkor mindig ilyen horror történetek jöttek Borsodból, és akkor én bennem volt egy ilyen kihívás, mert jóval fiatalabb voltam, hogy hát azért megnézem én magamnak, hogy mi ez a horror dolog, vagy mi ez, amitől mindig annyira félnek Budapesten. És hát azért nyilván Baranyában sincsen baj azzal, hogy ott is tudja mindenki, hogy cigány, ki a cigány, meg ott se pedig itt helyfelhoz, ott is van rasszizmus. De olyan fokú, mint én tényleg nem láttam mindjárt. Az egészen megrázó volt, amikor én esélyegyenlőségi szakértőként néhány településnek az esélyegyenlőségi tervét néztem meg és bíráltam, mert az alkalmas valójában az esélyegyenlőségre, és hogyha én nem írtam alá azokat a dokumentumokat, akkor nem pályázhattak sok százmillió forintra. És elég sok települést néztem meg ilyen szempontból a megyébe, és az első
A legelső az egy kis település volt, nem nagyon messze Miskolctól. Kedi napon mentem oda, akkor ott megbeszéltem, és ki volt írva, hogy ma nincs ügyfélfogadás egyébként, az igaz. És akkor elkezdtem kopogni. Kopogok az ajtón, és akkor jön egy ilyen lehabos, ilyen pici bácsi, ilyen idősebb, elég gonosz, nálam idősebb volt, és akkor így megszoktatta nekem azt a táblát, hogy ma nincsen ügyfélfogadás. Nézek rá, mondom, tudok olvasni. Hát akkor, és csak oda az ajtót rám. És akkor így az utolsó pillanatban, amikor az ajtót és a küszöt közé tettem a lábamat, és akkor így ráengedtem a súlyomat az ajtóra, és a bácsi így csúszott be az ajtóval együtt, és akkor ennek ilyen hangja is volt, hogy mindenféléket mondott rám, hogy aztán így a hangzavarra így belitten egy ilyen miniszoknyás titkárnő féleség, aki így próbálja megérteni, hogy mi történik, rám néz, nem van a segélyosztás. És így állok oda, hogy mondom, nem azért jöttem rá, hogy én vagyok az, amelyik esélyt történik. És így is visszatérték. Nézd rám a nő, és nem hiszi el. És akkor bemegyünk, és akkor neki kell állni utána, fakofával megnézni az Excel táblákat, hogy tényleg, ők tényleg komolyan gondolják az és akkor ez nekem nagyon-nagyon rossz volt, és nagyon, tehát haza akartam menni kb. Ez 2008-ban volt, és 2007-ben jöttem ki, és kb. Haza akartam menni, mert mondja, én nekem erre nincs semmi. Viszél, és akkor így, nem, ez egy kis falu, tehát nem kell ez, igen. És akkor következő ilyen hely, kazikfalcika volt, ami kicsit nagyobb. És a szakértő társadalomnak egyébként szóltam, hogy nyugodtan mondja meg, hogy én cigány vagyok. Tehát, hogy ne legyen ebből probléma, mert már rossz, egyszer olyan rossz volt, ne legyen kétszer rossz. De szerintem nem szólt meg, mondott, hogy most mindenki is. És éppen Edelényből, mert Edelényt is visszakértettem, Edelényből mentem át Barcikára, és akkor odaszóltam a szakértő társadalomnak, hogy kb. 3 percet nem többet fogok késni. És akkor így odaérkezem, és ott sem engedtek, nem engedtek föl. És nem engedtek föl, és kérték, hogy én ne szórakozzak veled, mert az idejére drága, mit gondolok én magam, milyen szakértő vagyok. És csak úgy engedtek föl, hogy a szakértő társadalom lejött engem igazolni. Hiába mutattam nekik a papírt. Tehát, hogy nem tudtak elvonatkoztatni attól, hogy nem fér bele a képbe, de lejött a magyar szakértő, és mondta, hogy tényleg én vagyok az, és akkor felmehettem az aljegyzővel tárgyalni. Ja, persze, és akkor ott én azt hiszem, megakasztottam azt a pályázatot, mert azt képzeljétek el, hogy na, ilyennel se találkoztam a Dél-Dunántúlon még soha, a szegregáció ilyen fokával, hogy egy több iskola tartozott egy egységhez, és az egyik iskolában valamiért azt akarták nekem megmutatni. Nagyon rosszul tették, hogy azt akarták megmutatni, és akkor így nekem tökrendben is volt. És tudjátok, hogy semmi nem láttam. Hát most az Excel táblákból, amiket láttam, hogy hány kétház, hány háromház, szülők is tudom egyrészletséget, akkor most olyan sok mindenre nem nagyon tudtam rájönni, de ilyen nagyjából kb. Rendben is van. És akkor valahogyan így mondtam, hogy de én nem is értem, hogy miért kell nekem ezt megnézni, hiszen a táblákból az látszik, hogy nem, nincsenek halmozottan hátrányos helyzetű diákok, akkor nem. Tehát okafogyók ilyen helyen az esélyenőségi tervnek. Nem is láttál? És nem is láttam személyesen sem. Tényleg nem láttam személyesen semmit. Egyszer csak csörög a kicsengetés van, és akkor egy ilyen kis folyosóról egy ilyen pléjajtó nyílik, és tudjátok, hogy jönnek a cigány gyerekek.
Tehát azokat én nem látom az Excel táblán, mert az Excel táblán nem szerepelt a szembe jövő tömeg. Majd az egyik gyerek az pont Krazai volt a rontó Krisztián. Később nálunk volt ilyen. Jön a rontó Krisztián. Jani bálmoda, mit csinálunk? Mindegy. Aztán később becsöngettek 10 perc múlva, majd rá 3 perc újból csöngettek. És jöttek a fehér gyerekek. Ugyanakkor az iskolából. És amikor én megfúrom a pályázatot, akkor azt, ezt írtam le, hogyha majd a pléjajtó eltűnik onnan, és egy csöngetési rend van, akkor gondolkodhatunk el azon, hogy itt van esélyegyenlőség, vagy nincs. Abban az évben, annak a középiskolának az igazgatója voltam, és valami érettségi elmentem. Úgy jött oda, hogy tehát azt csinált, hogy az összes érettségizős diákunknak a dolgozatát kiosztotta a szaktanárainak, hogy nézzem meg. Ja, de nem éreztünk el. Ez, hogy ez volt egy ilyen megélésem. És tulajdonképpen ez a fajta távolság, társadalmi távolság, ami a cigányok és nem cigányok között van, ez valóban itt a legnagyobb, ebben a régióban a legnagyobb. Hát sehol máshol nem, sem Budapesten, vagy nagyobb városokban nem, tehát most nem egyedek gondolok én, de hogy általában nagyobb városokban nem szokott ez probléma. Miskolcon már probléma. Hát hogy azért nyilván Miskolcon a villamos az egy ilyen nagyon fontos dolog. Egyszerűen gyűlő pont most tettem be magamnak, én nem veszek bérletet, mert nagyon ritkán használom pont azért, mert egyszerűen amikor az jó, hogyha hogy ellenőr, hogy kalauz, hogy hívják, hogy kérjék egyet, az ellenőr, jó, hát neki az a dolga. Tehát jó, hát vegye komolyan magát, elvárjuk tőle. De amikor az utastársak is ellenőré válnak, amikor megjelennek a cigányok, azért én még ilyet sehol nem láttam. Amikor rajta kapnak és elém állnak, hogy nem engednek le, hát ha nincs engedjen. És pont felszállt a megállóban, tehát le akarok szállni, a másik ajtón, a hátsó ajtókon az a valaki látta, hogy szállnak fel az ellenőrök, és elém állt, hogy én ne szálljak le. Egy utastárs. És én nem fogtam föl, csak később esett le, hogy tulajdonképpen csak föltartott addig engem, mert mi meg tudta nézni az ellenőriban, és az ellenőr egy dolog, tehát nyilván hamar megtalált engem, mert tömeg arcom van, és így ez ilyen iszonyatosan megalázó volt, hogy mit tudom én 30 akárhány éve adott fizetek ennek az országnak, mégiscsak próbálok helytállni valahogy is, akkor így hatóságá válik az utazó közönség, érted egy bizonyos szinten túl. No, de egyébként más kérdés is, hogy ne legyen ilyen bizonyos. Hát annyi, hogy visszakanyarodni, hogy említett, hogy Baranyában azért ilyen szélsőségek nincsenek, tehát ekkora távolságra. Megint két csúnya szót fogok használni, tösségi és kisebbségi társadalom között nincs ekkora szakadék. Ugye ott a mezőgazdaság, ami a mezőgazdaság munkahelyi szakadék. Nem csak a mezőgazdaság, nem csak a mezőgazdaság. Ugye a közös tevékenység. Nagyon közgyűlt, hogy visszahozta ezt a témát, mert hogy ez egy fontos, hogy nem csak a mezőgazdaság, hanem nagyon sok társadalmi érintkezés idézi azt elő, hogy nincs ekkora szakadék. És az egyik fő társadalmi érintkezés, az mégis az iskolák szintje, ami ugye egységesnek kéne, hogy legyen, egyformának kéne, hogy legyen. Tehát ez egy olyan szolgáltatás kell legyen, ami szolgáltatás mindenki számára egyformán hozzáférhető. Ez az a pont, ahol a legsúlyosabb távolságok kezdenek el szárba szökkenni. Amikor 6 éves korban leválasztják a cigány gyerekeket a minőségmutatásról, és nagyon-nagyon kevés ellenkező eset van. Ez az egyik fő. Ez egy fő ok. Hát érted, mert hol máshol, ha nem a közoktatásban, ami jó esetben ugye legalább 12 évig tart, hogyha ott
vannak közös élmények, közös megméltetések, közös sikerek, kudarcok, ugye, amiket cigány, nem cigány gyerek együtt él meg, akkor az nem lesz távolság, érted? Tehát mindaddig, amíg úgy nő föl egy településen cigány és nem cigány gyerek, hogy sosem találkoznak, az a mi időnkben nem történik. A mi időnkben én egyedül cigány gyerek voltam. Még egy lány volt, Jolá cigány lány volt az osztályunkban, de hogy pont ezért nekem, ha voltak is barátaim, azok nem cigányok voltak, érted? A katonaságon nem cigányokkal voltam katona. A gyárban nem cigányokkal gyártottuk az edényeket. És ahogy a Dél-Dunántúlon azért nem akkorák a társadalmi különbségek, mert nem ilyen fokú, nem ilyen intenzív az iskolai szegregáció, mint ebben a térségben. Ezért ez a térség arról is híres többek között, hogy az iskolai szegregáció a legnagyobb mértékben Észak-Kelet-Magyarországon valósul meg. És ez az a pont, ahol minden éppen lévő embernek, minden éppen szívű embernek jól fölfogott érdeke kéne, hogy legyen az, hogy itt bajt csinálunk akkor, hogyha egy jól körülhatárolt réteget nem engedünk oda a minőségi oktatáshoz, majd később őket fogjuk hibáztatni, vagy a szüleiket, akiket ugyanúgy nem engedtük oda, és már generációk óta nem tértek hozzá, értitek? És nekünk úgy kellene helytállni és közlekedni a villamoson, ahogy nem tudom, hogy mit várnak el tőle, mert nem tudom, hogy ők hogy viselte. Értitek, hogy egyszerűen nem, tehát azt a részét már nem engedik meg, hogy valójában, ha én kilukasztom a jegyet, akkor én egyenrangú utas legyek, akkor már ne álljon elém senki, amikor le akarok szállni. Értitek? Hogy ez itt van a legnagyobb baj. És nyilván, hogyha az iskolákban nem találkozunk, ez összefügg, akkor nem találkozunk a munkahelyeken sem. Hiszen mert nem találkozunk a munkahelyeken, és akkor elvál egy kép. Egyébként, hogyha Miskolcra gondol az ember, meg beszélgetek nem borsodi ismerőseimmel, nem csak cigányok, de cigányok is egyébként, nem borsodi cigányok, amikor beszélnek, akkor azoknak ilyen automatikusan megjelenik három darab kép Miskolcon nagyjából a számozott utcák. Nem nagyon tudják, hogy ott mi volt, de a számozott utcákat tudják. És lyukon a bedrogozott cigányok. Tehát hogy ez a kép. És egyébként ez rájöttem, hogy ez a kép ez nem csak kívülről látszik Miskolcon, hanem belülről is látszik. Tehát hogy a miskolciak maguk is így tudják a leginkább elképzelni a cigányokat, hogy ezek a lyukóban vannak és drogoznak. Ugye? Mert az már egy nehezebb lépés azt megemészteni, amikor mondjuk egy villamos megállóba tetőt cserélnek az épületen, ahova a cigány gyerekek járnak és szétkészülnek a... Ez kiverte a biztosítékot. Tehát, hogy ezt lehetett érezni, tehát, hogy azért ez kiveri a biztosítékot. És egy olyan helyen, ahol nyilvánvalóan, és én nem akarok mentesíteni, tehát én nem akarok mentesíteni most a cigányokat, semmi volt, nem akarok mentesíteni. De a nem cigányokat sem akarom mentesíteni, és nyilván amikor egy társadalomban elvárunk valamit egymástól, akkor nyilván nem azoktól kell elvárni, hogy túl teljesítsük a képességünkből, és szellemi féken tartunk. Értitek? Hogy egyszerűen ez az a pont, amikor létrejön a másodrendű állampolgár. Ugye, mert azért eléggé megrázó volt, amikor ugye, mert mi szoborbűnözők vagyunk, most behozom a köztudatba ezt a szót, hogy szoborbűnözők vagyunk, mert legálisan a kirkapu kutyapár kölcsön kérte tőlünk teljesen legálisan a kampányra az arisztás szobrunkat,
nem csak a kampányok egyébként, hanem a antirasszista világnap alkalmából kölcsön kérték a szakmai. És minden, hát ilyen nemes célokra, amikor az egyenlőség jegyében az amerikai szolgált bárki kölcsön kérjén, szívesen kölcsönözöm bárkinek, kivel helyezve a szobor. Szoborbűnözőké váltunk, és nyilván egy kis segítséggel próbált a környezet itt hangot adni, hogy nem tudom, milyen van ez a szobor. De aztán már senki nem beszél el a szoborról, mert mindenki úgy gondolja, hogy mindig is itt volna, mert beleillik ide a rendszerbe. Sikerült annyira nem jól felállítani. És akkor itt volt egy ilyen, azt a jelenetet képzeljétek el, amikor szünet van, beterelem a diákokat, hogy jöjjenek be az órára, és én még kimaradok, mert akkor most én nincs órám. De leginkább azért is terelem be a diákokat, mert jönnek a kellemetlenkedő nénik a szobor környékére, akik oda viszik a kutyáikat, és oda pisintetik. Tehát a szobrot lepisintatják a kutyájukkal, és akkor betereltem a gyerekeket, a diákokat betereltem, és miközben pisiltat a néni, még oda gyűlik hozzá másik kettő-három hasonló, és akkor az egyik így rászól, hát nem ezzel a szoborral van a baj, hanem azt nézd meg, hát ezek tetőt cserélnek, ezek hosszú távra terveznek ide, ez a baj. És itt állok ott, és elképzeltem magamban, hogy én ezt én szó nélkül hagyom. Nem sikerült, nem vagyok büszke arra, amit mondtam, de legalább mondtam, tehát nyilván. Nem túl szépen válaszoltam. Na, no, szóval így. Beszélni a társadalomban, ami nem sok alkalommal sajnos fel kellett hozni, hogy azért milyen erős vámbolsod a rasszizmus. Létezik ilyen a telepeken, te tapasztalatál ilyet, hogy benszűrődik-e a telepekre? Yeah. Illetve még az... A rasszizmus beszűrődik el a cigány telepeknek? Persze. Hát hogyan szűrődne be? Hiszen nem vagyunk kulturálisan mások. Ilyen próbáljuk azt gondolni, hogy a cigányok kulturálisan merőben mások lennének a nem cigányoknál. Azért néhány száz éve itt élünk, és én már nem emlékszem, hogy merre jöttünk Indiából. Nem ismerem az útvonalat, én nem érzem az elején az indiai vért, semmit. Én sokkal inkább európainak gondolom magam. De mi volt a kérdésed, hogy a telepeken, a telepeken van egy rasszizmus, és hogy ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a reklámcsomagot, ugyanazt a propagandát elhiszik mi is, amit a többségi társadalom. És hát azt meg gondoljátok, hogy a cigány telepeken nem félnek a migránstól, és nem tudják, hogy ki az a Soros, hát dehogy nem. Tudják, ki az a Soros, és félnek a migránstól. Ez nem fajspecifikus, ez egy jól működő rendszer, hiszen látjuk, hogy negyedjére kétharmadot kapnak, azért, mert valamit nagyon jól csinálnak, és nem csak úgy jól csinálnak, tulajdonképpen a magyar embernek erre van igénye. Tehát, hogy ez egy ilyen... Tehát az biztos, hogy nem véletlenül történik meg. És most a legutóbbi választások megmutatták, hiszen nem volt olyan választókerület az országban, ahol az ellenzékek ne delegáltak volna a szavazatszámlához, ugye? Nem nagyon volt ilyen? Nem nagyon. Nem nagyon volt, és nem jelentették. Én is voltam, alsószámlákban mentem, Tibor volt, és én ott töltöttem az egész napomat, és nem volt olyan, hogy ott bárki csalt volna. Értitek? És persze utána rájött az ellenzékér, hogy van a vidék, tehát rájöttek, hogy van a vidék, és hogy oda nem jutottak el már nagyon régóta. De hogy én ezt akarom mondani, hogy tulajdonképpen erre az egész feudális viszonyrendszerre, ami meghatározza az elmúlt másfél évtizedet, ez egy ilyen magyar sajátosság, aki ezt válni. Hiszen olyan dolgokból próbáltunk kimenekülni a rendszerváltás után, ugye, ami volt a rendszerváltás.
kutatás. És tudtuk, hogy valami nem stimmel, és akkor majd csatlakozunk a hanyatlan, mert már akkor, abban az időszakban is a nyugat hanyat volt éppen, nem? Amikor a Magyarországon szocializmus volt. Ugyanez volt Roma. Emlékszem rá, hogy a Kossuth Rádió bemondta, hogy 200%. Nem értettem sosem, azért én annyival fiatalabb vagyok támogatott, mint gondolnátok. De hogy ilyen, nem tudom, minden 200%-ot, meg 300%-ot, de a gazdaságunk is nagyon szóval jó, igen. És mi mindig nyugodtak voltunk, és május 1-én volt lufi is, meg minden volt. Hát értitek, azt szerintem tök rendben volt. De mégis csak elkövetkezett az a rendszerváltás, lett a magyar társadalomnak egy valódi kitekintés, hogy mit is jelent a hanyatlan nyugat. Ma már nincsen szerintem nagyon olyan magyar család, ahonnan ne legyen nyugaton dolgozó rokon, ugye? És ennek ellenére negyedszer van képem, hogy magyarázzátok el nekem, hogy ez hogy van. Tehát értitek, hogy egy nagyon erős tudásból tudtuk, hogy miből jöttünk ki, megismertük a hanyatlan nyugatot, ott van most már mindenhol egy katonánk, minden családban van valahol valaki, de nem kell nekünk. És elhisszük, hogy Brüsszel a soros. Értitek? Hogy ez egy kicsit ilyen magyar sajátosságá válik, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nincs rá igény. Tehát a demokráciára Magyarországon nincsen igény. Hiszen nincsen demokrácia, ez bárki. Én úgy gondolom, hogy ezért nem másfél évtizedre nyúlik vissza, tehát úgymond szinte hagyománya van ennek a felfogás. Hát persze, mert igazából ugye, ha belegondoltam, hogy mennyi időt töltöttünk a szocialista rendszerbe, aztán volt ez a próbálkozás, hogy demokráciát építsünk Magyarországon, a rendszerváltás 30 éve volt, de ebből 30 évből majd a fele egy pár visztik, nem? Önmagában. Mert az ellenzék nem ellenez semmit a fizetésünk. Lassájában az ellenzik, amit nagyjából értitek, hogy így 12 év mégiscsak úgy tegyük el, hogy az alkotmány sokat gyára meg tudták módosítani, úgyhogy nekik kell. Tehát innen kezdve nincsen szükség már az ellenzékre. De mégiscsak az EU-s forrásokhoz fontos azt kimutatni, hogy több pártrendszer van, és tényleg Magyarországon több pártrendszer van, hát két vagy. Hogyan lehet ezen változtatni? Tehát, hogy akár még visszatérünk egy picit az okokra, hogy még Baranyában van egy természetes együttműködés. Hát sok népfőiskolával nyilván. Sok népfőiskolával. Sok népfőiskolával. Mi is most talán észrevettük. És hát nem lehet megúszni. Tehát nem lehet megúszni azt, hogy engedjük. Engedjük az együttélést. Az azt jelenti, hogy ugyanazt kell kívánjam a cigány gyereknek is, amit a saját gyerekemnek kívánok. Hát nem. Hát különben miért várom el, hogy ő is édes hazámnak kérdezze ezt a dolgot. Tehát értitek, hogy sose felejtem el, nekem volt egy ilyen történelem a kedvenc tantárgyam volt, és egyszer a honfoglalást húztam ki. És amikor még gimnáziumban jártam, és még most is 10 évvel ezelőttig nekem ilyen hatalmas nagy hajam volt. Ilyen a haj nélkül is látszik, hogy én nem Árpád apámtól származom, hogy ezt mindenki tudja rólam. Valahogy rám néznek, és senki nem gondol engem igazi hazafinak. És a honfoglalást húztam ki, egy ilyen hétközi vizsga volt. És én szerintem tök jól elmondtam egyébként a honfoglaláson mindazt, amit tudni kellene, majd kettes. Nem vicceljetek, mondom, és akkor mondom, hogy ugye kaptam volna ötös. Mondom, hogy ez a tényleg ilyen haszint, hogy ez ötös. Hát ő tulajdonképpen hiába mondasz el mindent, elmondták, hogy hiába mondasz el mindent, tehát ők most úgy osztályoznak, mint az érettségi követelmény. És hogyha te nem használod azokat a hívó szavakat, amiket az érettségi kételekben lát az ember, akkor az nem értékelhető. Mert nekem eleink, Árpád apám, ezeket kell ezek a hívószavak, ezek a hívószavak, hogy eleink és Árpád apánk.
Nézek rájuk a félig rasztva hajammal, mondom, és ezt komolyan gondoltátok, ahogy ezt kimondom, hogy Árpád apám, és én ezt hittem, és más is elviszi róla, hogy ez most tényleg, és ezen múlott a kettes. De tényleg, ezen most kettes kaptam. Tehát nem jött meg az a kettes, maradt az kettes. És akkor tettem egy nagy fogadalmat, hogy ezt az egész részt a magyar történelemből kihagyom. Apám most úr, bátyám most úr, minden estül. Úgyhogy itt van egy ilyen nagyon sötét forog ez a magyar történelem, Árpád háza körülbelül. Az Anzsuknál már helyben vagyok, ott már jó, de Árpád a háznál nekem lehet tenni kellemetlen keresztkérdéseket, mert nem tudok megfelelni. Még mindig egy visszakanyarodik Baranya Borsod viszonyához. Amit ki akartam hozni, hogy ott van egy ilyen természetes, tehát a munkavilágában van egy természetes együttműködés, rengeteg találkozási pont, ahogy én ezt érzékeltem, amit elmondtál. És például Borsodban ez megszűnt nagyjából rendszerváltással. Tehát ahogy én emlékszem, még a D-médiek koromban, középiskola elején nagyon sok szakmában találkoztam cigány szakemberekkel, tehát akkoriban kezdett el valahogy megszűnni, illetve valószínűleg ahogy a nagy termelő gyárak megszűntek, ugye nyilván a munkásokat ők vették fel. És ugye ehelyett mi az, amit kaphat a cigányság? Tehát, hogy semmit. Ugye a közmunkában. A közmunkát, igazából azért nem összehasonlítható. Beszélgetünk, bocsánat, csak egy dolog, ami fontos változás volt 11-ben, 12-ben, hogy ugye említettek, hogy jó esetben, de 12 évet egy gyermek eltölt a közoktatásba, de 12-től már ennyit sem kell eltölteni, hiszen lehetőre szállították a tankötelezőségét. Hát már annyit se kell, így van. De hogy tehát azért nem lehet összehasonlítani Baranya megyét, meg azt a részt, amit én jövök Borsod megyével, mert mégiscsak Baranya megyében mondjuk a fölművelésnek, mint olyan, van egy kultúrája. Tudod, hogy mint amit a népmesékből, népdalokból hallunk, hogy a fonunkban hogyan történtek a dolgok, azok megtörténtek a mi településeinkkel is. Ha megnézel egy ormánysági falut, minden ház előtt van egy kis padon, kiülnek a élő térfigyelők, és mindent tudnak. Itt nem nagyon vannak ilyenek. Nekem ezt tűnt fel először, amikor sajok az elemet, hogy hol vannak a kis padok. Miért nem beszélgetnek az emberek? És nem beszélgetnek az emberek. De hogy ez a térség, ugye, ez a megye leginkább az iparra jött létre, és ide bejött nagyon sok ember. Azért állt elő azt szerintem, hogy nem vagyunk hozzáért, és akik próbálom összeadni a képet, hogyha megyünk bárhol a városba, hogy egy családi ház mellett simán elfér egy blokk épület, ami nyomon szellemetes. Hogy az ipari igények növekedtek, úgy növekedtek fel a házak, és nem maradt meg az a kulturális együttélés, amit elgondolunk magunkról és a falusi létről. Itt az itteni falvokban nem az a falusi lét alakult ki, hanem összeomlott az ipar, és amikor az ipar összeomlik, akkor nyilván mindenki életbe akar maradni. És az életbe maradásnak az a szín, skála nagyon fontos szerepet játszik. De mert nyilván egyszerű a helyzet, mert a képzettség az nagyon sok mindent meghatároz, és eleve vesztes helyen állnak a legszegényebbek, mert alacsonyan végzettek, nyilván ők kerülnek a leghamarabb ki a munkaerőpiacról. De ha nem nagyon alul képzettek, akkor van velük összevethető világosabb színű, aki hamarabb oda jut a munkához, és így tovább, és így tovább. Még viszont a Dél-Dunán túlon a földek megmaradnak az együtt dolgozásnak, mint mindig, tehát hogy a mai napig is együtt dolgoznak, és ugye az én falumban is például az ilyen nagyon megható látvány, és én nem tudom elképzelni, annyira elszoktam tőle, hogy így megyek haza az öcsémhez, és akkor nekem volt osztálytársam, dolgozik az öcsém házán, és akkor ott közben kávéznak, cigarettáznak, és sztoriznak, arra megyek oda, tudod? És úristenem, hogy tényleg ez ilyen volt, de én már teljesen elfelejtettem, hogy ilyen van. Elképzelni nem tudjuk ezt, hogy... Mert nem volt ilyen. Tehát sosem valósult meg az iskolai integráció, mint olyan.
azok az emberek, cigányok és nem cigányok, akiknek volt módjuk mondjuk katonának, vagy munkahelyen, vagy iskolában időt tölteni a cigányok, akkor nem feltétlenül az maradt meg bennük, hogy drogosnál vagyunk buszírni, és nem kell oda járda. És még voltál katona? Én még voltam katona. Meg szerencsés helyzetből többek is nem üretlenül tudtál kamatoztatni ilyen tudás. De én is úgy gondolom, hogy a társadalmi akartam használni ezt a rossz szót. Tehát egyszerűen egy cigányságban láttak olyan erőt, ami úgy gondolom, hogy az egész teljes társadalom, de a magyar társadalomban nagy hatást gyakorolhatnak, hiszen pont ahogy egy gyermek felismert dolgokat, nem, hogy egy sokáig elnyomott réteg, hogyha magára tudna találni, ők maguk is képesek felemelni, mondjuk rossz kifejezés használva, a többségi társadalmat. Tehát én ezt látom, meg ezt érzem, akár a veletek való találkozások, beszélgetések alkalmával. Nagyon nehéz, mondjuk, hogyha a politika mentén próbálunk bármit is megérteni a cigánysággal kapcsolatosan, akkor még egy nagyobb defekt van, mint alapjáraton léptek, mert hogy egész egyszerűen, és azért mondom azt, hogy kialakult a másodrangú állampolgárunk, hiszen bár van szavazati jog a cigány embernek is, de az nem az a szavazati jog, ami neked van. Azt ugye tudjuk. Ugye tudjuk, hogy ebben az egész feudális viszonyrendszerben, ahol a közmunka a nagyúr például, értitek, ott nem mer a Fideszre szavazni a közmunkás, mert aki számolja, tudja, hogy ki kire szavazok. Értitek, hogy mit mondok? És ráadásul, meg pont ezért, nincs szabad választása. Ahogy a szabad iskola választás nem terjed ki a cigányokra. Mert én aztán vihettem a gyerekemet nem cigány iskolába, el is viszem, de hát a fal adja vissza a másikat. Ugye most, na. Hú. Bizonyos helyzet vagyunk más társadalmi rétegben is, tehát úgy gondolom, a magyar társadalmi is, tehát teszem azt a szallagmunkás lehet egy más. Én azt értem, hogy ott is találunk még különbséget, tehát mondjuk olyan szallagmunkás és között, cigány közmunkás között. De úgymond az a hozzáállás, hogy ja, most így kötelezettség szerint kire kell szavazni, az körülbelül ugyanúgy meg lehet ezekben a rétegekben is. De hogy csak világ jobban figyel mindenki. És ezért nem, tehát hogy ezért gondoljunk vissza egy picit a legutóbbi választásra. Tehát mi volt tehát hogyan gratulált tulajdonképpen az ellenzék a Fidesznek? Hogy farhátozott. Megvan? Hogy farhátozott. Hogy a farháttal nyertek. Meg a krumpli. Ugyan volt a másik, a krumpli, hát az ellenzék, az teljes egészében elhitett és saját magából is hisz benne, hogy a Fidesznek azért lett kétharmadát, mert krumplit osztott a cigányoknak. És akkor az ellenzék nem gondol bele, hogy mit üzen a szavazóinak. Hogy azt a kétharmadat nem szólította meg. Még csak egy fél metről krumplival sem. Értitek? Hogy nem jött ki a matek, és azért nem jött ki a matek, mert például, amikor nekem volt egy ilyen nagyon rossz felvetésem, az ellenzéki erőknek, hogy volt egy felvetésem, hogy ha a Jobbikot be kell venni, ugye a demokratikus értékeket képviselő pártok közé, és lebontani egy pártrendszer, akkor miért gondoljuk azt, arról a Jobbikról, hogy be kell vennünk, hogy tudjuk, hogy hogyan beszél, hogy a viszonyunk a cigányokhoz, akkor miért gondoljuk azt, hogy az a legnagyobb kisebbséget ki kell hagyni az egészből? Értitek? Hogy akkor hogyan is akarunk mi demokráciát építeni a Fidesszel szemben, vagy ellenükről kell mondani?
és akkor bizony a Gyurcsány magyarázza el nekem a matekot, hogy ez egyszerű matek. Hogy mi nem vagyunk annyian, se sokkal több szavazatot veszít az ellenzék, a komolyan vesz bennünket. És milyen nyer a Fidesz újból kétharmaddal, ugyanaz az ellenzék elmondja, hogy ez miattunk van, mert a politikát átvették a politikát. Érditek? Egyszer elmondja, hogy nem jön ki a matek, mert sokkal többet veszítünk, mert kevés cigány van, ugye? Ha minket megszólítanak, akkor sokkal többet veszítünk a magyarok szavazatából, hogyha a cigány simogatókká válik. Ezt így megmondják nekünk. Majd amikor elveszítik, elképzeli ugyanaz az ellenzék, hogy már annyi cigány van, hogy kétharmadot bejutott egy parlamenti, a parlament egy pártot. Hát borzasztó. Nem az egyetlen ellenmondás az ellenzék. Hát borzasztó, de gondoljatok bele abba, hogy én nekem napjában hány hasonló szarakért is jön. Értitek? És amikor próbálok tényleg demokratikus értékek mentén és az emberi jogokat figyelembe véve válaszolni és helytállni és igazodni, akkor nem áll össze nekik a kép. Mert hogy én próbálok ilyen fehér értékrendekkel előnni. Ugye, hogy a egyenlőség, az emberi jogok és az oktatás, az tőlem olyan idegen. Hát értitek? Sokkal jobban hozzá lennének szokva az, amit ma rendőrültem, hogy bementem és kialáltam az iskolába. Így képzelnek el engem. De ezek az elképzelések... A megoldás, de menjünk a megoldás felé, ez semmi sem megoldhatatlan. Tehát igazából semmi extra dolog nincsen a történetben. Érted? Tehát nem arról van szó, hogy akkor most megjöttek ilyen fél-ázsiai népek, megjöttek a migráns hullámba, itt vannak, és akkor most hogyan érjük el ezeket, hogy akkor most tiszteljük a kultúránkat és szorozzanak. Ez nem játszik, hiszen tényleg 6-700 évet biztosan itt vagyunk már. Érted? Hogy egyszer azt kéne észrevenni, hogy itt egy olyan súlyos embertelenség történik, amit ha nem gondolunk egyként át, és nem dobjuk ki a kukába, akkor nem tudunk semmit se csinálni. És ez azon múlik, hogyha nem hiszem azt el, hogy a Daninak ugyanazt kell tanulni, amit a Bátornak is a Lellének, meg a tudom, hogy milyen szép magyar neveink vannak még, akkor, érted, akkor csak marad az, hogy próbálok megfelelni azoknak a sztereotípiáknak, amik viszont élnek. Ugye, hiszen most én eljátszhatom azt, hogy én egy pedagógus vagy, aki próbál szülőként odahatni, hogy ugyan nem kéne a harmadik osztályba hetente kétszer azért bejönni, mert valakit bántanak azért, mert nem tudom. Ezt eljátszottam 3 évig. Ma bementem és kiabáltam, és elégedettek voltak. Tulajdonképpen ezt várták tulajdonképpen, erre számítottak. Ezt így várták tőlem már végig. Mert még hiába írtam kedves leveleket, hiába próbáltam a szülő érdekezeten szót váltani az érintettekkel, de sem mutatkoztak. De az a szülőtárs csinálta meg a baleseti jegyzőkönyvet, akinek a gyereke megütötte a darabot. És nekem csak akkor derült, hogy ez történik, amikor hazamentem, és az e-mailre, hogy most agyrázkodás miatt vagyunk a sürgősségén, láttam, hogy az apuka, mert megneveztem a gyereket, az apuka neve ugyanaz, mint az e-mail feladója, aki megírja a baleseti jegyzőkönyvet. Előbb eljutottunk odáig, hogy az orvos kért egy iskolai jegyzőkönyvet, hogy megbizonyosodjon, hogy nem én bántam a gyereket. Értitek? Ma volt egy megint egy ilyen, és akkor így nagyon kiabáltam. És mondták, hogy nagyon sajnálják, hogyha én úgy gondolom, hogy ez így van, hogy csak azért csinálják vele, de ami az, ami... Mondom, hát azt képzeljétek el, én most sajnálom, hogy ez így van. Mondom, nem így gondolom, hogy így van, mondom, a héten másodjára vagyok benne.
Megint a kedden, és ott voltál. Kedden együtt volt. De nem, mikor? Mikor küldték az, hogy a mikros nálad? De kedden volt össze. Nem, mi előtte volt mikor. Amikor most kedden volt a szülőjétek kezdet, és azért nem mentem el, és az egyik szülőtársad hozta mindenképp, mert már annyira figyelni kellett, hogy az agyászmodása legyen. Ez volt kedden, és ez volt pénteken van meg, vagy el van-e törve a keze, vagy nem. Na mindegy. Hogy és ha ti látnátok egyébként, hogy milyen nehézségekkel küzdöttél meg akkor, amikor mondjuk szülőjétek kezdetre kell menni. És ha én nem tudok helytállni, akinek olyan végzettsége, hogy egyébként az összes tanárnak ott fent, meg adott pedagógus vagyok, érted? Akkor miért is várnánk el az én anyukám, aki napot nem járt iskolába, hogy majd szót ért és helytáll, és majd komolyan veszik, értitek? Amikor bele az arcomba nyomják, hogy nem vagyok egyenlően komolyan véve. De azt képzeljétek el, amikor elsőbe készül a Dani, és megkérnek rá a szülői közösség egy tagja megkért rá, hogy ugye tudom, hogy itt havonta vannak szülői estek, és is még szugerál engem, hogy gondolt egyértelmű, hogy a tétikus is vagyok, nem említettem, hogy keresek a Waldorfba. Mondom neki, igen, tudom, hogy ez van havonta, de nekünk ám semmi bajunk nincs a cigányokkal. Így a következő mondat, de hogy megtenném-e, hogy még mielőtt az első szülői est lenne, én bemutatkoznék a többi szülőnek, és elmondanám, hogy hát egy jól ahol vagy. Neki drága, te ezt most ide vele nyomtad az arcomba, ilyen közel? Mondom, te elképzelted, ahogy én hiányom a többi szülővel, és elmondom, hogy én egy jóra való vagyok, ez azt mondja, a többi meg rossz. Ugye? Mondom, drága, hogyha nekem van egy nulladik köröm, hogy a szülői közösség része legyek, akkor én nem akarok csatlakozni. Tedd már meg egy elviszintem. Ennyi volt a beszélgetés. Tehát, hogy így ilyen a hozzáállás, mert meg eljön az a legelső szülői est, akkor így nyilván rájöttem, megismertem, kinek volt ez fontos, hogy mutatkoznak be. Még mielőtt bárki a bemutatkozáskor, én nagyon fontosnak tartanám, ha mindenki elmondaná, milyen olvasási élmény hozta ide az iskolába. És nézd be az arc. És ment a kör, elő voltam az első, és arra kerültem, mondom, hát én nekem nincsen semmi olvasási élményem, mondom, itt lakok három házzal arrébb az iskolától, és hallottam, hogy ez egy iskola, vagy akire azt hittem, hogy szülőtárs, megszólal, jaj, nem, Jani, hát azért mondd el, hogy neked van, hogy te elvégezted még a képzést is. Mondom, dehogy is, mondom, én nem azért jöttem, hogy rájösszem. No, hogy a megoldás az az lenne, hogyha tényleg egyenlő módon terjednek ki mindazok a javak, amik mi adunk a gyerekeinknek, ugyanis ez azért is nagyon rossz, én szerintem, mert ha megnézzük, hogy mi történik, tehát nyilván ez ezzel felé meg lehet támadni, és nem igaz, csak lesarkítom, de a mondani valónak a lényeg az mégiscsak áll, hogy tulajdonképpen nagyon lesarkítom, akkor a cigány gyerekeknek a zöme klikkes iskolába jár. Mert azért én nem nagyon, én azért rátekintek a közoktatásra, és én nem nagyon látok egyházi iskolákat, mint a reformátusban benézhetnék, hogy ott hány cigány gyerek van, de nem nagyon látok nem klikkes iskolába, egyházi vagy magániskolában nem nagyon látok cigány gyereket. És hogyha megnézi az ember, hogy hogyan is történnek az iskoláknak a finanszírozása például, hogy hogyan finanszírozunk egy egyházi iskola egy nem egyházi iskolához képest, és hogy kik járnak az egyházi iskolába, és kik nem járnak az egyházi iskolába. Ugye az történik, hogyha most nagyon lesarkítom, az történik, hogy a fehér gyereket többszörös normatíván tanítom, tanítatom,
hogy majd hasznos adófizető polgár legyen Nyugat-Európában. Tehát nagy valószínűséggel el fog innen menni, ugye? Hát ez látjuk. És akik itt maradnak, azoknak nem tanítjuk meg a szorzótáblát, de majd kitermelni a Marivini nyugdíját. Értitek? Agyré. Egyszer hogyan jutunk el odáig, hogy ezt fölfogjuk, hogyha nem fektetünk ugyanannyi energiát a cigány gyerek tanulásába, mint az én gyerekemébe, akkor anyámat meg ki fogja gondozni, közben keresem a svájci frankot, vagy az eurót, értitek? Vagy akkor lehet, hogy már jól jönnének a migránsok, akik orvosok mondjuk Szíriába, és vigyázni tud a Marivinire. Ezt tudjuk ugye. De azért ilyen jó nem állunk. Tehát ez nem Anglia. Szóval a megoldás az az, hogy és nem a politika tehet róla, hiszen az állampolgár határozza meg a politikát. Én nem tudom ezt elengedni. Nem tudom elengedni, hogy bárkinek, de a politika ilyenek a politika, te szavaztad meg. Te akartad, hogy ilyen legyen. Hát nem te a társadalomnak a politikusai olyanok, amilyenek a választói. Hát nem. Hát most én most mondjam el, hogy egyébként a magyarok azok tök értékesnek tartják azt, amit én csinálom. Nem látszik a politikában, nem látszik a mindennapokban, de az viszont sok, tehát az viszont nagyon értékes, amikor mondjuk, na nem akarok még politizálni, de mondjuk nagyon szűk körben marad a vagyon nagy része. Szűk körnek értékes lesz. Hogy ez a megoldás, hogy egyszerűen végig kéne gondolni, hogy ugye van erre recept is. Hogy kell, és nyilván nem kell ezt, a recept se recept, mert most nyilván nem lehet azt mondani, most akkor az amerikai feketék mozgalmát, vagy az indiai dalitok mozgalmát egy az egybe át lehet ültetni. Nagyon jó eszköztár, és nagyon, tehát az egy jól végig vitt mozgalom, aminek vannak kimenetei, vannak jól mérhető sikerei vagy kudarcai, nem? A radikalizmusnak és a feketék mozgalmának is. És hogyha megnézzük mondjuk Amerikában a feketék mozgalmát, hogy azok hogyan vannak jelen Amerika társadalmában, sokkal inkább jelen vannak, mint a cigányok Magyarország vagy Európában, nem? Mert mégiscsak nem ördögtől való, hogy amerikai különben feketéket lát, és már nem csak mind, aki gyilkol is lop, hanem főszerep és a megmentő orvos is tud feketel lenni, igen? És a valóságban is tudnak fekete orvosok gyógyítani, értitek, hogy ez? És ugyanez van Indiában is, hogy az nem ördögtől való, hogy egy dalit írja meg azt az alkotmányt, amit azóta sem módosítottak. Értitek? Ez csak itt Kelet-Európában nem megy. Tehát ez csak itt nem megy, és nem azért nem megy, mert nem lehetne megcsinálni, vagy nem volna hova nyúlni, nem kéne semmit kitalálni, hiszen vannak előttünk tényleg nagyon jó eszközök és receptek, hanem magyarok vagyunk. És kész. Nem tudom másképp magyarázni, mint az, hogy magyarok vagyunk. Nem kell nekünk, tehát, hiszen azért veszünk észre, hogy a nyugat is anyagi. Nem? De ha nem vennénk észre, hogy a nyugat hanyaglik, akkor komolyabban kéne venni a kötelezettségszegési eljárást, ami Magyarországgal szemben folyik. De nem akarom nyilván fölmenteni az Európa Uniót se, hiszen nem az én, tehát nem éleszek azzal az ember, akinek a szavát meghallja, hogy a rendszerrel valami hiba van. Nyilván tudják, azt is tudják, hogy és nyilván is nyitották a kötelezettségszegési eljárás szegregáció ügyben. Na de hát majd a végén azok a kérdőívek, az az agenda, vagy az a nem tudom micsoda, mert mindig pipa lesz, és mindent végigcsináltak, de attól még a püstike felzárkózik a közmunkához. Értitek? Hogy azért, hogy pontontól, én nem vagyok népszerű az Európa Unióban, képzeljétek, hogy egyszer voltam már. Nem egyszer voltam, vagy egyszer így meghallgattak engem, nem tudom. Mi volt már az apropója, de ilyen fontos Európa Uniós parlamenti képviselő
voltak, és én elmondtam neki, hogy tulajdonképpen tényleg érdeketek az, hogy ez ne kerüljön felszínre. Mert nektek jobban megírja azt, hogy támogassátok és finanszíroztátok a szegregációt Magyarországon, mint sem idejön Nyugat-Európába képzetlen cigán. Mondom, ez valahol, mint hogyha összeít. És tudjátok, hogy megért, egyébként megértették, amit mondok. Megértették és utáltak, és tudtam, na mondom, hogy nem leszek én összakítosos. De hogy ez tényleg így van, hogy az Európa Uniónak sokkal inkább könnyebb szemet hunni az ilyen fokú iskolai szegregáció fölött, mint sem, hogy... Hát hasonló probléma akár a magyar segélyezési rendszerrel is lett, hogy ő nem a szegénységet kéne szponzorálni, mert tulajdonképpen ez történik, hanem a lehetőségeket adni. És itt hoznék egy olyan párhuzamot, és az is említem a szegénységet, mert nyilván itt összekapcsolódhatnak társadalmi rétegek, ahogyan, és szerintem ezek fontos kapcsolatok lehetnek, felemelkedésben segíthetik akár egymást. Hasonlóan, mint a kasztrőcelben voltak a dalitok és a sudzsák, tehát a kaszton kívülők is a legalacsonyabb kasztba tartozókról beszélünk, ahol az érezhető volt, amit te is használtál kifejezés, hogy másodlagos állampolgár, tehát ez volt a dalit, de a sudrának se volt tulajdonképpen jogosultsága valódi emberi értéketben. Igen, csak azért mondjuk nem olyan éles határok mentén sérülnek egy sudrának mondjuk az emberi jogai. Érted, mert hogyha ha sérül is egy sudrának, úgy, mint egy dalitnak, vagy hozzávetőlegesen, akkor is tudja mindenki, hogy sudra. Tehát, hogy a kasztrendszer, pont attól kasztrendszer, hogy attól még, hogy kevésbé terjed ki mondjuk a brahminok joga a sudrákra, sokkal inkább kiterjed rá, mint a dalitok. Mert lehet arról beszélni, és ez egy olyan pár, hogy a sudrák, ugye az a kasztrendszer legalján lévő, és a dalitok a kaszton kívül, akik még nem is részei a társadalomnak. Lehet azt mondani, hogy a halmozottan általános helyzetbe belefér, nem cigán is, és ez igaz is egyébként. De azért azt tudjuk, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű fehérből kislány, ha elindul mondjuk a munkavilágába egy cigánylánya, hogy akkor az ott már látszik. Igen. Ott már tudja mindenki, hogy ki a becsületesebb dolgozó, nem? Nincs kérdés. Ja, arra gondolj, hogy ez Indiában nem olyan súlyos. Tehát félreértés ne esik, az indiai kasztrendszer az közel sem olyan súlyos, mint a magyarországi kasztrendszer például. Hát értek, eleve... De azért az 50-es évek előtt, az ott is nem azért volt. No, de hát az 50-es évek előtt is volt Magyarország, és akkor is az 50-es évek előtt is laktak cigányok az Európában. Már az indiai, a dalitok helyzetét az 50-es évek előtt, hogy de a dalitok helyzete nem volt, tehát európai szemmel a dalitok helyzete mondjuk 70 évvel ezelőtt nem volt érdekes, hiszen fehér gyarmat volt, ugye fehér egy gyarmatos, angol gyarmat volt, de tök mindegy, hogy most innen, mint gyarmatosító, nekem egyformán feketék a sudrák, mint a dalitok. Tehát rajtam se látja senki, hogy én nem borsodik cigányt adok, pedig nem, azt mondok. És hát érted, hát én beállt cigány vagyok, én román mondok, beszélni, nem akarjanak engem volni, ízni, nyugosimot hasonlítani, hogy kikérettem én magamnak. És ha egy lyukosival találkozom, ő látja rögtön, hogy én nem az vagyok. Nem azért, mert másképp öltözöm, csak tudjuk, megismerik egymást, és most mondták is. De most itt ez a szín közt, mit történik? Valaki csömi. Ja? Ja, bocsánat, csak nem a lelki állapotom meg. Igen, de hogy itt sokkal hamarabb látszik, ugye, mert a szín az egyből egy olyan
belépő, ami mindenen fölül áll. A legjobb indulatú ember is elgondolkodik. Volt egy ilyen videó, láttam egy ilyen videót, amikor egy ilyen szőke, rongyos ruhába öltözött kislány beengednek egy ilyen étterembe. Szinte mindenki megölelt, megfogta, megetetni akarta, szeretgetni akarta, és minden. És megcsinálták egy latin-amerikai kislánynal, ugyanolyan ruhába, ugyanolyan koszosan, és mindegyik kiszagyodott, de egyből csizsmikén gondolva a szépen dolgozói. Hogy ez, hogy tulajdonképpen az emberi előítéletesség az egy olyan alapvetés, ami van. Bennem is van, csak az nem mindegy, hogy mennyire tudja az ember, hogy előítéletes. Tudod, mert mondjuk, ha az ember tudja, hogy előítéletes, akkor egészen másképp ítél meg dolgokat és hoz döntéseket, hiszen beleszámolja azt, hogy előítéletes. De egy csomó nem tudja, hiszen vannak cigány barátai. Tehát ha bárki azt mondja, hogy neki vannak cigány barátai, akkor attól rettegetem. Tehát attól rettegetem. Tehát ha valaki arra hivatkozik, akkor az tudható, hogy az igazából a mi hazánkban való, nem pedig a mi barátok. Nem azért, mert azt mondja, hogy nekem van a cigány barátaim, hanem utána a te, tudod, a vesző utáni része. Fontos ez. Nagyon fontos. Itt a Darucsúgyra viszonyít inkább, hogy azért is emelhetném fel, hogy ugye szóval rátértünk a megoldás felé vezető útra, hogy arról beszélünk, hogy ugye akárhogy is nézzük, tehát egy a csúnya szóval lévő többségi társadalomnak a szegényebb rétege, más nem az anyagi helyzetből kifolyólag közelebb áll a cigánysághoz. Ők úgymond egy ilyen közöttkező lépcsőbe lép a fok. De hát, tehát hogyha az ő együttműködésük erősödik, vagy ezen a szinten megszűnnek ezek a sokszor nem is tudatosult előítéletek, mert pláne Borsodban szerintem ez nagyon jól érezhető, tehát én tipikusan miskolci gyerek vagyok. Már a gyerekkoromban emlékszem, hogy és egy tipikus munkás család, tehát hogy ilyen anyuka, LKM-ra, akkor digitben dolgozott akkoriban. Tehát, hogy egy ilyen májt rasszizmus, meg nacionalizmus, és nem az egészséges nacionalizmus, azért az így hallható volt, érezhető volt, beépült. Tehát, hogyha az ember ezt nem figyel oda rá, akkor szinte automatizmussal válik, legalábbis ebben a térségben. És valahogy én úgy látom, hogy ezek, pont ezeket kell, vagy ahogy a villamos összhogy is utal rá, hogy ezeket az embereket, tehát nincsenek tudatában szerintem azzal, hogy igazából mit csinálnak, meg milyen erőt. De tudják, mert az, aki mondjuk engem beterem, hogy elém áll a villamos autóba, az nem áll a fejét, az, hogy elém áll a villamos autóba. Tudja, hogy mit csinál. Nem lehet fölmenteni. Nem lehet, mert tudja. Abszolút tudja, hogy mit csinál. Ezek, hogy az az egyetértesz, hogy azért mégis hogy valahol egy ilyen kulcs kéne, hogy a nagy társadalom rétegről van szó. Úgymond a munkásosztály, vagy ami maradt a munkásosztályban Magyarországon, és a cigányság közti dolgokat. Tehát fontos lenne itt dolgozni. Nem. Ez egy ilyen, amiről te én érteni vélem, amiért rá akarsz engem vezetni, és nem akarok belemenni ebbe, mert nem szeretném azon a tévhitet időt tölteni, hogy az alul lévők, hogyha majd összefognak, akkor majd azt hallhatom. Ne. Tehát én ne a munkát, ne a miskolci szegény munkás asszonyjal fogjak össze, hogyha nekem bármi baj van, hanem mondjuk egy jogásszal, a miskolci jogásszal, vagy egy valós pedagógussal. Értitek, hogy mert csak akkor tud ténylegesen működő lenni, hogyha nem, tehát elvárjuk, hogy tehát
az alján lévő kettők hiába, tehát nem tudják egymást föl, nem akarnák se, mert egyszerűen fölülről túl nagy a nyomás. Pláne egy ilyen feudalistikus. És hát már csak azért sem, mert ez ugyanaz a kérdéskör, tehát amit te mondasz, amit nekünk szoktak mondani, hogy jó, elhisszük, tényleg elhisszük, mert most már el kell hívni, hogy még a cigány gyerek is tehetséges, tehát én tehetséges, pedig cigány, ugye hallottuk már ezt a kifejezést, de hát te most miért kéri neki érettségizni? Hát ezeknek olyan sajátos szép világ van, a kézügyesség. És ebben mindenki hisz, a legjobb indulatú pedagógus, diplomás, értelmiség is elhiszi, hogy a cigány gyerekeknek ilyen a rajzolási készségük, a sajátos színviláguk és a kézügyességük az mindenféle valami kétkezi munkára predeszimálja. Én nem tudok rajzolni, és nem. Ezért ezt akartam, hogy csodálatos ellen. Tanítsak, hogy rajzoltam már be, mert nem tudom, hogy valami nem stimmel, és a színvilágom is. Igen. De hogy ugyanez a kérdés nem teszik föl, hát hogy miért nem küldik el az állatorvost? Miért kell mondjuk egy értelmiségi gyereknek feltétlenül diplomát szerezni? Miért elvárás? Miért nem megy el egy gyárba dolgozni? Hát lehet, hogy ügyes a keze. Lehet, hogy az IKEA-ban ügyesen tud kulcsokkal dílelni. Ők elvárják az orvos gyerektől, nem várják el. Ezért van az, hogy az az elvárás, hogy az alulról jövők karolják föl egymást. És tapossák ki mindazt, amit nem lehet, mert fölülről túl nagy a nyomás. Hát értek, hogy ez nem így működik. És hát nyilván vannak az emberi jogok. Az emberi jogok szerintem fehérek írták. Tehát, hogy eleve innen indul az egész. Tehát a keresztény kultúrkör is egy ilyen fehér dolog, egy ilyen fehér szósz. Engem teljesen kikészít az, amikor bármikor láttok egy Jézusos képet, akkor ilyen 99%-a Jézus szőkehajú, ondolált haja van neki, és kék szeme van. Most, hogyha elképzeljük Izrael térben, hogy hol van, egy kis olyan furán jön ki ez a szőke kék szem. Ugye? Miért nem úgy ábrázolják Jézust, mint engem? Nekem is volt hosszú haja. Szerintem sokkal inkább hasonlítanék Jézusra, de valahogy ez nem ment át az ikonográfiában, ugye, hogy Jézusnak a valódi színe. Ugye, mert van itt az angol kritikum, hogy God is black, yes she is. Hogy innentől kezdve, amikor az ember, mármint a fehér ember megteremtette az Isten saját képére és hasonlatosságára, akkor azt úgy teremtette meg, hogy nem fekete. Csodálatos. Csak így bevillant a kép, amiben elég nagy botrány is volt, mint hogy emlékeztem. 91-ben jött ki Madonnának a Like a Prayer című albuma, és a címadó dalba ő egy fekete Krisztussal szerelmes pedig. Hát Madonna mindenkivel szerelmes pedig. Jó, de az azért fekedékkel. Az üzenete az még a 90-es években is komoly volt, és még ma is, sajnos még ma is ugyanolyan komoly üzenete lenni. Csak kérdétek, de hogy a reklámok szintjén is tudtok nekem olyan reklámot, mint Magyarországon, hogy ilyen aranyos cigány gyerek mosolyog rám vissza? Nincs. Mindegyik egészséges fejlődő. És mindegyiknek kék szeme van, nézzétek. Tehát ennek is van egy ikonográfiája, hogy tessék. Lehet kérdezni? Igen. Én ilyen megoldás kereső párti vagyok, nagyon sok alulmasságban. 25 éve jöttem ide, és gyűjtmentként, és én vagyok a minden évben megkapom a büdös romának, aki elveszem a itteniek munkáját, úgyhogy 330 embernek adok munkát, és én hoztam létre, és többnyire hátrányos helyzetűek, és 20 éve ex-valdos, most ilyenek miatt jöttem el abból a ominózus iskolából. De a kérdésem, és nagyon sok hasonlóság van itt a Miskolcikum, tehát
Én egy másik hátrányos helyzetű csoporttal dolgozom, de tavaly azért jelentettek fel, mert ahol 100 fogyatékos dolgozik az egyik telephelyünkön, hogy a normalitás arányához képest túl sokan vannak a busz megállóba és várják a buszt is, ez zavarja őket. És akkor tehát ilyen, tehát megkapjuk, de csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas sajátosság ennek a vidéknek, amivel együtt kell élni. És tavaly például fiatal fogyatékos lányoknak csináltunk egy speciális programot, akik azt tapasztalják meg, hogy leköpik őket a villamoson, mert úgy néz ki, hogy nem kellemes látvány. Tehát éljük ezeket a dolgokat. Én azt tudtam mondani, hogy nekünk azt kéne látni, vagy azt kéne tudni, és ez a kérdésem feléd is, hogy mit kéne ma megtenni ahhoz, és holnap, meg holnap után megtenni, hogy 30 év múlva más legyen. Tehát mert én nem ilyen világot képzelek el a saját gyerekeimnek. És ők meg fogják tőlem kérdezni azt, hogy mit tettem azért, hogy változás jöjjön. Hát a világ legnehezebb. És ehhez kapcsolódik egy rövid kérdés, amire röviden lehet válaszolni, amire majd én tapasztalom, másik tapasztalatot. Itt egyébként van egy nagyon aktuális tapasztalatunk, hogy itt van egy elvileg ellenzéki független városvezetés, hogy ezt megérítek-e, mint pozitív változás. Hiszen ha dönteni kell, nekünk van miskolciaknak egy tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy milyen a másik oldal. És ezt el tudjuk mondani, hogy mi ilyenben is voltunk, meg olyanban is, hogy van-e változás. Hát én is el tudom mondani, mert voltunk is ilyenben is, olyanban is, és nincsen változás. Tehát ha arra, én is számítottam, én is gondoltam arra, hogy majd valami minőségi változás lesz, hogy ellenzéki erő fogják vezetni ezt a várost, és én kifejezetten olyan változásra számítottam, ami változás az emberi jogok határoznak meg. Nincs ami, tehát hogy a városra való viszonyunk, meg a megítélésünk, talán egy picit, nem hiszem, hogy jobb, egyébként csak tudja a jelenlegi városvezetés, hogy hogyan kell nyilatkozni az egyetlen cigányiskoláról, de a gyakorlatban nem viselkednek másként, mint a fideszesek. Ezügyben semmiféle áttörés nincsen. Annyi különbség van, hogy egyel könnyebb volt a fideszes időszakban csinálni ezt a szélmalomharcot, mert ők kiszámíthatóan tudtuk, hogy ők mit gondolnak, és hogy mi nem illünk bele a rendszerbe. Itt meg elhittük, hogy mi beleillünk a rendszerbe, és számítunk, és együtt vagyunk, és de nem. Nem mondjuk. Hát azért a polgármester asszony ebben a teremben is volt, a kollégiumban is volt, a polgármester úr. Hát és aztán volt itt a Palkovics László is volt ebben a teremben, a Palkovics volt ebben a teremben, azért mondom. Én azért mondom, a Szúzi is volt ebben a teremben, ebben a teremben nagyon sokan voltak. Az nem azt jelenti, hogy attól még, tehát pont ez a lényeg, hogy volt itt ebben a teremben, végignézte az összes beászást, és még mindig elviseljük azt, hogy az egyetlen roma nemzetségi gimnázium ilyen putris megítélés alá kell, hogy... Tehát értitek, hogy azért van, hogy a megyébe, mégis csak előállt egy igen komoly épület a Blami gimnáziumban. Vajon be őszintén? Én erre csak egy tapasztalat, talán jó másfél évvel ezelőtt, egy Covid elején volt egy nyilvános fórum, ahol voltak többen a városvezetők, és elmondtam, hogy nyilvános fórumon vállalva, hogy az előző a mi területünkön, tehát a mi fogyi területünkön, hogy, hogy az előző városvezetés adott egy nagy semmit. A mostani városvezetés is ad egy nagy semmit. De a mostani semmi az egy nagyobb semmi, mint az előzőjé, mert elvesztettük a hitet a változásba. És most például én jegyzőkönyvbe vetettem a kötelező szociálpolitikai kerekasztalon, hogy nem áll módonban
aláírni az ellátási szerződést a városról, mi önkormányzati feladatot látunk el, mert a novemberi közgyűlésben úgy módosították az önkormányzati rendeletet, mi mint önkormányzati feladatot ellátó civil szervezet, mert az önkormányzatnak nincs fogyatékos nappalia, és két ingatlan vonatkozásában önkormányzati ingatlant használunk, amit nem fizettek, mi újítunk fel, mi működtetünk, stb. Ugye az előző városvezetésnél az volt a szerződésben, hogy ha mondjuk kupleráit nyitok a fogyatékos otthon helyett, akkor felszólítanak, 6 hónapos határidővel vissza kell adja. Teljesen rendben van. Most úgy módosították, és azt erőltetnék ránk, hogy indoklás nélkül bármikor visszatérjük. És azt mondom, hogy nem írom alá. És erre kaptam egy levelet a polgármester aláírásával, nincs különbség a kettő között. Ez ugyanúgy a mi biztonságunk. És akkor leírtam, hogy szeretnék erre egy nyilvános fórumot, és lehet, hogy most hangosan fogunk egyet kiabálni, de nem írtam alá. Úgyhogy ez elveszi az esélyt esetleg egy pályázatról, vagy bármihez, vagy a közszolgáltatási státusunktól, de én azt gondolom, hogy van egy határ, amikor már nem lehet hallgatni, és mi most jutottunk el erre a pontra, amikor már egyszerűen tehát az a közösség, tényleg egy közösségi alapon szerveződünk. Én összetudom csomagolni azt a 8-10 embert, aki cipeli a hátán azt a kódszerelt, amit mi viszünk, mit csinálunk, és elmegyünk egy határa tovább. És örülni fognak nekem. De az a kérdés, hogy ez a cél. És a vidékről én most megkeresett egy szülőcsapat, nagyon érdekesen a minisztériumon keresztül találtak meg, Encsés környéke, Rásonsábelencs, Forró, Fügőd, ahol nagy számban vannak, vegyesen hátrányos helyzetűek, és fogyatékos gyerekeket, 40 fogyatékos gyerek. Van köztük roma, nem roma, vegyesen. Semmilyen ellátás nincs. Semmi. Tehát iskolában nem mehetnek el, mert nem fogadják őket. Volt olyan fiatal anyuka, aki azt mondja, hogy hetente egyszer egy órát viheti be óvodába, addig ott dekolozott, beviszi az autista gyerekét és kihozza. És találjunk már ki valamit. És mondtam, hogy szervezünk egy fórumot, egy hideg könyvtárba adtak helyet, és mondtam, hívjunk el, országgyűlési képviselő nem jött el, de eljött két polgármester, és mondtam, tisztelt polgármester urak, itt, ebben a térségben számoljuk össze, nem a 40 fogyatékos az izgalmas, hanem mindenkinek van legalább mondjuk két szülő, többnyire biológiailag szoktak lenni két szülő, vagy egy szomszéd, egy rokon, vagy valami, mondjuk ez 150 szavazat. Itt 150 szavazat egy polgármester választás eldől. Úgy számolják ki, hogyha adnak nekik valamit, lesz 150 garantált szavazata. Ha hátat mutat, akkor ezt el fogja veszíteni. És így kezdünk el szervezkedni. De nem lehet másképpen tárgyalni, csak így a háttérmatekkal egyébként ezzel az egészen együtt. És az volt a legmegdöbbentőbb, és nem merték kidadni, mert tudják, hogy én ezt publikálnám, megkeresték a nagy történelmi egyházakat és a két nagy segélyszervezetet, hogy ennek a 40 szülőnek a gyerekének segítsenek bármi. Az egyik anyuka felajánlott a családi házát, és nem egy gagyi családi ház. És mindenkitől írásba kaptak visszautasítást. És mi az, hogy egyáltalán meghallgattam őket. És azt gondolom, hogy és cuccos vakaró tettem velük együtt. Tehát azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami a legnagyobb gond, hogy egy olyan szintű közömbösség van minden tekinteten a jövővel kapcsolatosan, de ez nem az én gyerekeim jövője. És a megoldás az, és itt az MKKP-hez fordulok, hogy van-e bármelyik olyan politikai közösségnek, nem csak pártnak, politikai közösségnek, mert engem hívtak már egy-kettőbe a fővárosba is, meg most egy valaki el fog ide jönni. Van-e üzenete a mi térségünknek, ami értelmezhető? Mert jelen pillanatban nem látok egyet sem. Lehet, hogy azért nem tudásom miatt nem látok. De nincs üzenete, ami megoldás, rendszer szintű megoldást jelentene. Mert az mindenkinek jó, hogyha a társadalom A-ból B-be eljön. De még vízió sincs. Vagy én legalábbis nem látom.
Hogyha találkozunk tízet kérdésként, én azért személyes választ fogok adni, vagy ahogy én látom, tehát hogy nem úgy tekintsetek el, hogy ez egy kutyapártos válasz. De egyrészt a kutyapártról azért tudjuk, hogy igazából országos szervezetté most kezdünk át alakulni. Tehát, hogy a választások jelentette azt a fajta utódeszkát, hogy ezt megtehetjük, és ez most lesz. Én például a névfőiskolát nagyon fontos pontnak tartom, tehát egy ilyen villámcsapásszerű változásokban én nem nagyon hiszek, nagyon látom ennek a jelen pillanatban az esélyét. De hogyha lassan építkezünk, hogyha kutyapártot nézem, egy nagyon lassan, de elég biztosan építkező pártra van szó, tehát tulajdonképpen az egyetlen párt, aki így megmérettetésre, csak ilyen szavazatokat is nem veszít. Bár a volumeneket tekintve azért látjuk, hogy ezt még nyilván egy parlamenti erőt nem tudunk felmutatni, de alapvetően a kutyapártnak nem is elsődleges célja, hogy parlamenti párt legyen, hiszen mi már elkezdtünk egy utat járni, amit hogyha bekerülünk a parlamentbe, is fogunk folytatni. Tulajdonképpen a beszélgetések, az egymás közti kommunikációs, minden szélesebb társadalmi rétegek közti kommunikációban én személy szerint látok a potenciált. Most nyilván az egymás megismeréséből és bármennyire ez közhelynek hat. De más utat én nem látok, és főleg a mai világban, amikor a social media is egyáltalán nem az emberi kapcsolatok fejlődésében segít minket. Valahogy ezeket vissza kell hozni, hogy az emberek járjanak, meglegyenek azok az intézmények, amilyen volt egy kocsma régen, amilyen volt egy névfőiskola 100 évvel ezelőtt, amilyen volt akár a maga az oktatás is, tehát nem feledve ez, hogy az oktatás mindenféleképpen én kulcskérdésnek látom, mert hogy abból lehet építkezni. Csak én teljesen egyetértek a Jánosra, tehát az, hogy az egyenlőség. És én azt gondolom, hogy ahol nincs remény, ott félelem van. És ez jellemző a mai társadalomra. Tehát itt ahogy az egyházi iskoláknak plusz normatívája van. Tehát én vagyok talán az egyedül, aki ezt még kimerem tenni az asztalra, úgyhogy komoly egyházi kötődéseim vannak, nem magyarországi. De itt a költségvetési törvényben deklaráltam, mint hogy az egyházi iskoláknak, az egyházi szociális intézményeknek, ha cserélemben 80%-kal magasabb a normatíváját. Tehát én egy Down-szindrómásra, vagy egy autistára kapok egy egységnyi pénzt, 365 napszer 24 órás ellátásra, ugyanarra az emberre, egy ugyanolyan intézményben 80%-kal többet kap. Azért van egy feszület. És ez hol? És én azt gondolom, hogy én voltam meghívtak egy ilyen egyházi rendezvényre a tavaly, szerintem még egyszer nem hívnak meg, egy szakmai fórumra, és azt mondom, én arra kérem az egyházi testvéreinket, hogy abban támogassanak bennünket, hogy a Krisztus és az adófizetők előtt minden fogyatékos egyforma legyen. Mert méltatlan úgy kivenni a közösből, hogy a másikat ezzel hátrányba teszed. Ez nem egy keresztény nyilvánvatartás. És hát ezt nem vették fel a szakmai beszámolóba, vagy a jegyzőkönyvbe hozzászólásnál. De ez egy, és ami nekem a legutóbbi karácsonyomat ketté derékbe törte a december 22-i magyar közlöny, mert mint intézmény fenntartó, én szoktam muszáj a közlönyt olvasni, és marhára megörültem, rezsiválság megoldás, rezsicsökkentési jogszabály, hogy a nem állami egyházi fenntartóknak a finanszírozása, megoldjuk a rezsiválságot, és megjelent egy x-edik pont, az egyházi fenntartók automatikusan jogosultak a rezsikompenzációra, utolsó bekezdés, és nem kell vele elszámolni. De felhívják a figyelmüket arra, hogy arra kell költeni. És akkor
az én fogyatékosai fázhatnak, az ispotályos fogyatékosok pedig melegedhetnek. És hol van itt a méltányosság, az emberi méltányosság? És ez fájt, és ez nagyon fájt, és ez, nekem ez megint betett egy kaput. És azt látom a félelemnél, hogy a társadalmi szervezeti civil partnereim így összezsugorodtak, feladták, tavaly is többen átmentek egyházi fenntartásokba, amikor minket felhívott a 444, hogy adok-e riportot, vagy mondom, nekem az a jó érzés tölt el, mert reggel jött a Hír TV, délután a 444. És mondom, nekem nincs problémám azzal, hogy melyiknek mit mondok, mert mindegyiknek ugyanazt mondom. Nincsen két valóság. És mondom, miért kell megkérdezni azt, hogy nyilatkozok-e? Mondom, jöjjenek egyszerre, mert valahogy nem kell kétszer elmondjam. És pont ezen kell valamit válaszolni. Tehát el kell kezdeni most. Itt az a kérdés, hogy és azt látom, és ez nagyon fontos, ez az iskola is, meg én sajnos a néhai Orsós Ferivel, a sokataként voltunk sokat együtt, együtt életünk el Párizsban, a Metrópolitánban. Tőle nagyon sokat mesélt annak idején, de az a réteg, aki tud közösséget vezetni és irányt mutatni, Az nincs meg, az elfogyott, az néma maradt. És nem a tömegtől, a plebsztől várjuk el, hogy saját magát kirángassa, mert nem fogja tudni. Tehát hol vannak a fáklyavívők? És az hiányzik a társadalomban, és őket kell megtalálni, és én bízok az fiatalokban. Mert én is most már nagyon fontos, ki kell művelni őket, pont ez a lényeg. Tehát én is ezt gondolom, hogy ki kell művelni a fiatalokat arra, amire kell, hát nem történik meg. És ha arra várunk, hogy akkor majd előáll az olyan politika, hogy erről, aki ezt komolyan gondolja, és elkezd integrálni, hát ha elkezd a cigány gyerekeket összekeverni, nem cigány. Ezt el tudjátok képzelni? Nincs ilyen párt, és hanem egész egyszerűen szembe kell nézni azzal, ami van, és az, ami van, az nem EU szabvány. Értitek, hogy nem kéne Magyarországról, a magyarokról úgy beszélni, mint hogyha mely demokratikus ország lenni, vagy a magyarok nem tekintik a emberi jogokat érték meg. Tehát ezt így én kimerem mondani, mert ezen ponton meg tudom, alá tudom támasztani. Támasztalak ők is alá, miért nem. Ezen ponton, legalább a mennyi ponton már, amely ponton én. Tehát, ja, hogy ez nincsen. Mert ez egy magyar sajátosság, hiszen a 21. században vagyunk már, ahol széles sávú internet van, ahol TikTok videó ugyanúgy elérhető mindenki számára, és mégis elviszük, hogy minket külön kell tartani, valakit külön kell tartani, mert valamiért valamitől másnak, pedig nincsen semmi ilyesmi. És ugye azért Indiában mégiscsak van egy jól működő rendszer, India egy nagyon nagy ország, biztos tudjátok, hogy egy kicsivel nagyobb Magyarországnál, és az egyetlen olyan harmadik világbeli országban mégis a demokrácia van. Olyan demokrácia van egyébként, ami nagyon jó alapok, hogy nyugszik, hiszen a gazdák azon mégis a angolok voltak. Nagyon sokáig, és az az ember egyébként, aki az indiai alkotmányt megírta, az a Dalit ember, Dr. Ambedkar, az mégiscsak Londonban és New Yorkban szerezte meg a tudományos fokozatait, jogász és közgazdász, és ő értette, hogy mit azok a demokratikus értékek. Pontosan jobban értette szerintem, mint mondjuk egy Dajcs Tamás, hogy mondja valamit. Mindenki, hogy ez mennyire is érti az emberi jogokat, vagy a sértékeket mennyire tekinti olyannak. Ő megállapodott akkor, amikor az angolok, amikor a fehér gazdi kivonul, ugye, Indiából, akkor tulajdonképpen, és államot alakítanak, akkor mégiscsak
ott a kvóta, mint olyan előjött 60-70 évvel ezelőtt, 56 októberében volt egyébként, nem a Kuni egyezmény, ez 30. Hát az alkotmányban ez már ott van, és akkor az 50-ben lépett a egyezmény, az 30. A Kuni egyezmény pedig 32, tehát az 90 éve. 32-ben a Puni Börtönben Andi és Amnek Kár megegyezik arról tulajdonképpen, hogy az állami munkahelyeken, az egyetemeken és a középiskolákban is lakosság arányosan minden kasznak jelen kell lennie. Értem, attól lesz az egész demokratikus. És tudom, mondta az Amnek Kár, hogy ez magától nem áll elő, hogy majd itt ez a szomszéd néni egy lyukosi gyereket akar berakni a gimnáziumban, mert ez nem fog előállni, ugye, mert nem fogja ajánlani, és nem akarja senki sem, hanem kötelező ösztöndíjakat kell kiosztani dalitoknak, ahhoz, hogy ők helyt tudjanak állni gimnáziumokba, aztán majd főiskolába. És nem véletlenül, ha most bementek, ha megnézitek az ügyei parlamentet, akkor nem azt látjátok, hogy Magyarországon most van, Márki Zajnak köszönhetően három kötelező cigányben, ugye meddig a Visadunkán csak a Parkaskóriánból egyedül, a Fidesz őszéről, most van három kötelező cigányt, a Márki Zajba rakott. Ha bemennek egy indiai parlamentbe, akkor azt látjátok, hogy ott a dalitok nagyjából ugyanúgy vannak, ahogy a társadalomban ott vannak. Ugye vannak, hogy a szövetségi államok alatt, az elnök, hogy a miniszterelnök maga is, dalit, nem? Sőt, az országos köztársasági elnök is most már a második dalit köztársasági elnöket megválasztva. Tehát mint hogyha Magyarországon lehetne cigány vezető politikus, ami ne, Magyarországon még ott tartunk, hogy mindig az az egyik leghíresebb cigány vicc, hogy két cigány beszélget az RT-t. És nem megy tovább a vicc. Hogy ez mégis akar az is, amikor én láttam ezt, tehát hogy ez nem, tehát hogy én ezt láttam, ezt megtapasztaltam. Ugye azt láttam, hogy az elmúlt közel három évtizedben, vagy bármikor létre, de bármikor adódik egy mondjuk, cigány probléma, akkor létrejön azonban egy szakma rá. Tehát létrejön egy szakma, akik egyből hozzák a programot, meg megnevelnek, meg mindent csinálnak. Közzárkoztatnak, kibontakoztatnak, kiszínezhetek mindent, aztán már hímezhetek is a húgadon. Nem is köztük egy cigányt sem. És érted? És egyszerűen így nem megy tovább a dolog. Tehát nem megy tovább. Indiában láttam azt, hogy rengeteg olyan hasonló szervező is volt, mindenki benne volt, mert úgy jöttem egyébként ki, hogy az egyik tanárom beszámolt egy angol valakinek, hogy hát amit itt csináltak ezekkel a dalitokkal, az egyik tanítványom Magyarországon ezt csinálja a cigányokkal, és akkor így összekötött bennünket, megadta az e-mail címemet ennek az angol valakinek, akik kívül nekem az e-maileket, ennek folyamatosan figyelmet kívülhagytam, azt meg mondom, hogy reklám, nagyon úgy csak tudok annyira angolul, jó van. Szóval egyszerűen itt a Tibornak a századik után. 60 millió fontot. A századik után jött a Tibornak, és a Tibornak elolvas és válaszolt neki, és akkor így jutottam ki Indiában megnézni ténylegesen, hogy mi is az, amit csinálunk a dalitok, és elmentem és megnéztem egy csomó szervezetet, és tudjátok, mi hiányzott azokból a szervezetekből? A fehér gazdik. Ugye a fehér gazdik hiányzott ebben. És nem azzal van a bajom, tehát hogy félrejött és ne esték, hogy a cigányokért most nem csak cigányoknak kell dolgozni, pont ez a lényeg, értitek? De egészen nem mindegy, hogy a cigányokról szóló minden egyes intézkedés, az ami meghatározza majd a végterméket, vagy az életminőségét a cigányoknak, az mind nélkülünk történik meg. Értitek? Hogy mindig rólunk nélkülünk, történnek meg a dolgok. Hogy ez nem elképzelhető már Indiában. Értitek? Mert a dalitok elkezdenek olyan szívsorozatokkal megbombázni téged, amit el sem tudsz olvasni.
És ez nem kellett sok idő. És ezért az indítástól nem kevésbé rasszista. Tehát a Kastrencsen pont olyan. Ez megcsinálható, hiszen megcsinálták. Hát ezért mondom azt, hogy a Kastrencsen a indulunk, ugye mi művelt nyugat-európaiak, hát fázunk a Kastrencsentől. Ugye milyen ideig mond, és hát tényleg a harmadik világ elég, ugye? És közben meg itt sokkal súlyosabb helyzetek vannak, mert ott is van rasszizmus, de ott érted, le kell nyelje nagyon sok magasabb kasztból lévő, hogy neki, aki dirigál, az egy David egyébként. És ugye szervészetessé tud válni egy ponton túl, értitek, hogy ez, és nem az az elvárás, hogy legyen egy lyukós és dolgos, és akkor tényleg legyen már itt a főtérelemi rendőrállomás, és még kettő mellette, mert ugye tényleg sokan van. Hogy eddig van kitekintés, hogy még egy rendőrállomás, ha nem tudom, hogy hova férne oda a főtérben így áll. Barbarászor, hogy volt a kampányigérte. Nem szavaztunk rá legalább, nem baj. Ahol értitek, a kukkos buszfáról van, hogy mindig zárva tartani. Már hogy van egy zárt buszfáról az új győri főtéren, soha nem volt nyitva. Hogy nem, tehát hogy igen, vannak megoldások, meg lehet nézni, meg lehet ellenőrizni, működnek. A kérdés az, hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Ugye nagyon úgy néz ki, hogy nem akarjuk, hiszen a rendszerváltozás után azok a fejlődések, technikai vívmányok, amiken túlmentünk, értitek, hogy amennyire összeszűkült a világ. Ugye, mert most már a párkeresés is egyébként tök egyszerű. Küld egy fényképet róla. És ez lehet Los Angelesben is, hogyha elég jó, amit látok a fényképen, akkor meg tud történni a friki. Értitek, hogy nincsenek már távolságok, kinyílik a világ, és mégiscsak meg tudjuk csinálni az Európa kellős közepén a 21. században, hogy olyan szinten tartunk egy réteget, amit legközelebb Afrikában látunk. Értitek, Indiában már nem. Mint Afrikában még el tudom képzelni, hogy ilyen zulu törzseknél vannak hasonló módon író-olvasó fiatalok, amiket ilyenek a cigányok, amiket amit a én kollégáim 8-10 éven keresztül tanítottak, az egyenlő a zulu semmi tanulása. Értitek? Egyszerűen így. De hogy abban mondasz, azon van, hogy ez lehetséges, csak Magyarországon meg kéne találni azt a politikai kulcsot, amit a doktor Amerikán megtalált ezekhez az 32-ben egyszer, 50-ben másodszor. Így van. De ő is ez... 32-ben megegyezett a Gandhival erről, és 50-ben pedig megszavaztatta az alkotmányt a parlamentben, ami erről szólt. Meg hogy értitek, hogy azért, amikor hogy a feketék mozgalma nem attól lehet erős, mert a feketék, tehát meg szedje össze mindig a gondolatát, amikor a cigányokról van szó. Jaj, de most hogy segítsünk rajtuk, amikor ők is állandóan széjjel húznak? Ők sincsenek egységben. És ezeket demokraták szokták mondani. Hát, hogy demokratikusan gondolkodó balliberális emberek is mondják, hogy hát ők is széthúznak, hát hogyan segítsünk rajtuk. Elvárják tőlük cigányként, hogy egyként homogének legyünk, értitek? Mindez, amit maguktól nem várnak, akkor a magyarok miért nem mind MSZP-sek csak? Értitek? De tőlük elvárják, hogy ez hova is a és na, ez a veszélyes, nem tudják. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Tehát lehetett át, hogy ők is egymással is veszekednek állandóan. Mint ha a parlamentben ülő magyarok nem veszekednek egymással. Hogy egyáltalán veszekedést kell lenne félni. Én azért úgy gondolom, hogy egy jó vita az mindig a jó vita attól jó vita, hogy az eredmény szűrül, és akár a vita tartanak mindegyik a feladhatja a nézőpontját, és abból születik. Akkor tud eredményre menni dolog, hogyha a egyenrangúként történnek meg a dolgok, értitek? Mert mindaddig, amíg csak a fogyatékosokról van szó, és csak a cigányokról van szó, értitek?
akkor az mindenkinek egy picit az lesz, mert nem mindenkinek a családja, mert egyszer volt egy nagyon súlyos ilyen veszekedésszerűség, vagy ilyen csak helyre rakás, egy asszonyka próbált engem meggyőzni arról, hogyha mi egységesek lennénk, mi romák, mert bár ő annyira nem volt rasszista, nem is cigánynak hívott, mert románnak hívott, hanem mi romák annyira összefognátok, amennyire mondjuk nekünk sikerült, amikor az ápolási pénzt följebb tornázták, tudod is, hogy ezért tornázták. És tényleg is, és látod, összefogtunk, és sikerült. Miért nem fogtok össze? Mondom, te szerinted, és mondom, te szerinted azért sikerült, mert összefogtatok, nem azért sikerült, hanem azért sikerült, mert azok, akik a végső döntést meghozták, a tanácsadóiknál legalább, hogy valakiknél vagy a rokonságban van egy fogyatékos, valami ilyen van, egy mert egy cigány nem szokott tenni a döntéshozó családjába, aki érzékeny lenne és elmondaná, hogy ne csináltál tényleg, nem, de értitek, hogy azért nem jó ez. Tehát, hogy olyan elvárásokat támasztunk, egyébként a politikában is ez van, tehát hogy azért ki kell mondani, hogy a demokratikus pártok, nem tudom a kutyapárt is, nem beszéljük a kutyapárt is, hiszen magyar. Tehát, hogy ugyanolyan megméretetést várna el egy cigány embertől, amit elvárunk ilyen Lászlónak hívett a szemezkést. Van. Képzeljétek el azt, mondjuk, hogy én most megméretettem magam a Karbon Lászlóval szemezkőszak. El tudjátok képzelni? El tudjátok képzelni azt, hogy én bekopogtatok cédulákért meg valahova? Értitek? El tudjátok képzelni? Vagy el tudjátok azt képzelni, hogy én bekopogtatok a rózsadombra, ahogy egyébként a rózsadombjak bekopogtatnak a cigányra, és szakdolgozatot érnek a cigányokkal? Én miért nem kopogtathatok be mondjuk a rózsadomb szexuális szokásairól írni valami szakdolgozatot? El sem tudjuk kérdezni, ám de mégiscsak elvárják, hogy ugyanazon a megvédettetésen keresztül kerüljön be egy cigány is a parlamentbe. Ugye azért ez is hibázik valahol, hogy én nem tudom magamat, hogy mert én hiába kiplakátoltok engem, tegyetek ki óriás plakátra, mindenki azt fogja látni, úristen, hát olyan bizalom gerjesztő az ember. Látszik, hogy több diplomája van, ez tényleg meg tudja mindazt csinálni, amit azoknak nem sikerül. Ezt fogják rála, ugye? Lehet, megcsinálhatjuk. Egy próbát megér. Tehát tényleg, én szívesen voltam tesztel. Én nem félek ezektől. Mert ugye a szabad iskola választás, ez mindenkinek a joga. Hát én pont ezért fontos a felelős alapítvány, talán hallottatok róla, mindenféle szegregációs pert megnyert, ami elindult Magyarországon. Annak én egy ilyen pontos aktivistája voltam annak az alapítványnak, és fölhívtam egy egyházi iskolát egyébként, hogy én pedagógus vagyok, Waldorf pedagógus vagyok, és akik a gyerekem az 15 éves, most meg gimnáziumban, ám de mi a településre költöztünk, és hát én megnéztem az önök pedagógiai programját, nagyon meggyőző, beszélhetünk, hogy esetleg a gyerek az járjon önök az iskolába. Hát hogyne, már telefonon keresztül állást ajánlottak nekem. Értitek? Majd amikor odaértem a Rolanddal, aki az én édes testvéremnek a fia, igaz, hogy volt neki egy ilyen kamara, hogy látszott, az igaz. De szerintem anélkül is látszott rajtunk, hogy itt vagyunk. Megérkezünk oda, és azt mondja, az igaz, hát biztos, hogy nem. De, mondom, nem emlékszik erre a hangra, mondom, de én vagyok, én vagyok az a harmad pedagógus, aki ide költözik, és izé, jaj, igen, emlékszem, nem tudom fölvenni, már úgy is túlhéttek a létszámok. Az utána lévő magyar fölvették ettől. Tehát, hogy így, tehát ez a kuszemikus gyerek vannak az iskolában. Most miért mondtad el? Tök mint, tehát értitek, hogy így, hogy én nem félek a megmérettetésre. Csak azt gondolom, hogy hát ilyen fölösleges köröket minek futunk, mert mondjuk most tegyük föl, én megvédettem magam, Miskolcon, két fasznos. Játszunk el a gondolattal,
nyereséget kapom. Jóval kevesebb szavazat jön erre a plakátra, mint amikor mondjuk volt a listás szavazás, amit elért Miskolcon a legutóbbi választáson. Az nem lehet, hogy aztán a két farkú tagsága elgondolkodik rajta, hogy legközelebb is tartja nekem egy plakátra. Hát, hogy aktiváljuk a kreatív időinket, nem, hogy mondjuk, mert kicsit megcsupúzzuk a plakátot. Nem, jól láthatóan is amikor a legdemokratikusabb gondolkodnak az egyenlőségről, akkor ezt a részt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen egy cigány embernek nincsen olyan kapcsolat és társadalmi tőkéje, amely társadalmi tőke elég szavazatot ér egy parlamenti mandátumhoz. És hogyha ezt nem látják az ellenzékiek sem, tudjátok ki látja egyébként? Hogy ez így nem megy a Fidesz. Tetszik, nem tetszik, de ő nem csak a parlamentbe vízbe cigányít, mert lehet a farkas glóriára fújni, és én szégyellem magamat, és én elnézést kérek mindenkitől, hogy ő van. De azért vannak a Fidesz környékén olyan cigány emberek, akik cigány emberek már több mint egy évtized elmondjuk, minisztériumi osztályokat vezetnek, és komoly döntéshozók, és a struktúra része. Értitek? Most, aki bekerült végül is a részükről, akkor az egy ilyen. De lehet, hogy pártkatona, mert azt mondjuk, hogy jaj, persze, tehát az azt csinálom, mint a Fidesz mond. Mert én nem azt kéne csináljam, nem fideszesként egy pártban, mint a gazdám van, édes gazdám. Értitek? A Fidesz az egyetlen olyan párt, aki számol a cigányokkal, és ebben az ellenzéki összefogásban nem a baloldali értékeket képviselők azok, akik a cigányokat bevítik, mert a Márki Szalmi, de tudjátok. Hogy őnek ez volt a kikötése, hogy csak akkor áll az egész lista élére, a három cigány legalább bekerül, ezt így megmondta. Be is kerülte. És be is került. És ez nem egy baloldali értékrendel bíró valaki volt, vagy a Fidesz sem. És nem is az MSZP-ről, meg a DK-ról kerültek rá. Na, persze, hogy nem. Mert azok megkívott a matek már egyszer. Én tiszteletlenség, hogy most fel fogok állni, elnézést. Másfél óra volt a három órától a megbeszélés, és két és fél órája ülünk. Igen. És kirakják a gyereket az edzésre, úgyhogy rohannom kell, mert is egy úgyhogy elnézést kérek, nagyon örültem, hogy itt lehettem. Köszönöm. Hát tulajdonképpen akkor ezek szerint már csak az idő. Persze. Én nem ebben a kérdésben. Munkámat egyébként nem előtt ebben, de hosszú percek óta az van a fejemben, valahogy ez a kifejezés, hogy talán az a probléma, hogy nem elég trendi ezzel foglalkozni, vagy ezt felvállalni. Tehát, hogyha ezt a munkát sikerülne lerombolni valahogy, akár a kutyapártnak, vagy a kutyapártnak, hogy ne legyen ciki foglalkozni a cigányokkal, vagy felvállalni a problémákat, és őszintén felvállalni, és nem kihasználni. Én ezt látom, és úgyhogy meg is lettünk szólítva a moderálás által korábban. Nyilván ez egy pillanatban a másik nem megy, mert ez egy kockázatvállalást indítja a mai helyzetben. Jó. Pontosan erre teljesen igazad van, mert én is nagyon sokat gondolkodtam ezen is, és nyilván ez egy komoly kockázatvállalás a két farkunknak is, hogyha elkezd a cigányokhoz. Csak egy lényegi különbség, hogy a két farkú és az összes többi párt közül, hogy tulajdonképpen a két farkúaknál a motorban olyan alkatrészek dübörögnek, ami alkatrészeknek nem kérdés az emberi jót, hiszen sok száz gyereket adatanított, hogy az emberi jogok azok mindenkire egyformán. És hogyha egyszer ez így benne van az alapalkatrészben, tudjátok, hogy mikor szúzi az alapalkatrész, és neki az emberi jogokat egy ilyen megkérdezhetetlen dolog, akkor
akkor az előbb-utóbb szárba tud szökeni valami olyasmi, amiről mi beszélünk, de egy olyan rendszerben illeszkedik be, persze tudom, hogy tud rendszerben kívül is maradni, vagy lenni, egy olyan rendszerben illeszkedik bele, ami rendszer nem segíti azt, és nem juttatja előnyükhöz egy fejlődő pártot. Tehát értek, hogy ez tényleg a kockázat része ez. De én nem félek attól, mondjuk, hogy a kétfarkú kutyapárt, tehát attól se tényleg sajnos nem kell attól félni, hogy ez a kormányozni fog belátható időn belül, mondjuk 10 éven belül, nem hiszem, hogy kormányozni fog, de abban én bízom, hogy ez az a szakmai műhely is, mondjuk ez az egész népkiskolai kezdeményezés tud egy olyan szakmai műhely lenni, ami szakmai műhely sokszorozódva, úgy sokszorozódik majd, és úgy cserél eszmét, hogy ezek ott vannak, és ténylegesen úgy vannak kezelve, ahogy ezek vannak, és tényleg a megoldás felé. Tehát ez a legesélyesebb politikai erő ma Magyarországon, csak azért, mert megengedheti magának egyébként. Illetve azért is, én azt akartam mondani, hogy maga teljesen másképp szerveződik a párt. Említetted, hogy a motor, milyen alkatrészek vannak a motorunkban, úgymond, és nyilván nálunk a tagság is tulajdonképpen csak meghívásos alapon jöhet létre, tehát hogy ez a motor ilyen szempontból elég hatással van már a közvetlen tagságra is, ami nem egy nagy létszám, de tulajdonképpen a döntéshozó testület a pártnak. És amit én tapasztalok, hogy a kutyapárt egyáltalán nincs szét ideologizálva, semmilyen zsinór mértékek nincsenek lefettetve konkrétan, nincsenek megnevezve a pártba, viszont akik a vezetőség és a tagság, akik döntéshozóak, tulajdonképpen ugyanazon értéket mentén csinálják a dolgokat. És emellett nem tud bekerülni más igazából a pártba. Tehát ezért van az, hogy nagyon lassan szerveződünk, azért van az, hogy mai napig körülbelül 70 fős a tagságunk. És én Miskolc is, ahogy láttam, ugye én végzem itt már több mint 2 éve a szervezőmunkát, egyszerűen nem morzsolódnak ezek az emberek, akik nem illenek be a képbe. Kiperednek. Ők maguk nem akarnak részt venni egy idő után a dolgainkba. Ugye talán pont tegnap beszéltünk ezekről, hogy valahogy kikerülnek, és csak azok maradnak bent hosszú távon a pártba, akiknek igenis számítanak az emberi jogok. És ugye akár szobor kapcsán is lehet, hogy nem csak Szuzi jött le szobrot avatni, hanem itt jött vele egy sáv is. Ja, például Budapesten ez már nem kérdés, hogy még lehet azt mondani, hogy a kutyapárt azt még mindig azért hordozza azokat a jegyeket, mint hogyha Budapesten lenne egy erős párt, már pedig úgy hiszem, hogy erős is, tehát Budapesten bőven meg van egy parlamenti küszöbünk, hogyha a szavazópárzist nézünk. De fontos, hogy ezek az értékek le tudjanak jönni vidékre, meg amit tudunk itt vidéken, hogy tehát, hogy úgymond a délpesti értelmiség azért lehet, hogy egy ilyen kis lila ködbe is ér, és nem biztos, hogy lát. Többbe kell, hogy érjen, mert nagyon nem járt ki belőle, hogy ez nem csak egy lila köd, hanem több. Több, vagy több színű lila ködben él, de fontos, hogy mi is vigyük fel azokat a tapasztalatokat, hogy osszuk meg velük, hogy igenis vidéken más a helyzet, hogy igenis itthon, vagy vidéken, ami lepotyog a kamionról, sokkal nagyobb érték, mint ami Pesten esik le a kamionról, mondjuk egy hab, vagy a gurul le a kumpli, vagy bármi. Tehát ezekre másképp tekinteni, tehát nem lehet a budapesti értelmiség szemén keresztül figyelni csak a dolgokat, hanem egyszerűen ott kell lenni. Úgymond szokták mondani, hogy terepen kell lenni, és szembesülni azzal, hogy mi történik valójában, mit mozgatják a társadalmat. Mert a megoldás is csak ezekből tud megszületni, szerintem. És hát nekünk is vannak, tehát hogy
ha tudunk, akkor együttműködünk. Tehát ugye ez a iskola jó példa az együttműködése, de nem csak ez az iskola, hanem is sportszal, ami keresztül cigány kapcsolatokat ápolunk valamelyest, hát nem tudom, hogy ez már ezzel kimondva nekem rosszul hangzik ez a kifejezés. Csak az a baj, itt van. Mert én tényleg ide úgy hazajönnék már elég régóta. Ez már így elején sem nagyon fordult meg a fejemben, de aztán most már pláne nem, hogy egyáltalán cigányok közé jövök. De ennek így is kéne mondani, ez van a világ rendje. Azért, mert nyilván elején még az első két alkalommal tudtok, hogy cigányok közé. Ez most már nem jut eszembe, mert most már barátaikhoz érkezem, nem. Ilyen egyszerű, de hogy ez nem lehet megspórolni. Tehát, hogy ez az együttléted, ezzel kezdtük el, hogyha nincsenek közös tapasztalatok, élmények, akkor nem tudunk együtt élni egész egyszerűen, érted? Mert ha úgy tudunk együtt élni, hogy te csak akarsz élni csak itt, érted? Akkor nem élünk egymás mellett. Mert hát, hogyha én nem vagyok beengedve ide, akkor csak azért is meg akarom. Hát ugye eltűnt a tisztot, hogy gyümölcsét a cseszőtek meg. Nem? Hát csak nekünk is szükségünk van arra a tudásra. Mi az, amitől mi el vagyunk tiltva? És egyébként, amikor én sikerül rendet rakni a cigány gyerekek fejébe, hogy egészen más van, mint 8-10 éven keresztül meghalok, hogy semmire se kellő, és a hülye, és semmi nem lesz belőle, és ha eljutunk odáig, hogy ja, de mégiscsak, hogyha sikerül ezt így kiverni a fejéből a gyereknek, az sokkal siker, tehát sokkal nagyobb siker, mintha érettségit szerez. Tehát maga ez a tény. Mert azoknál, tehát azok szoktak érettségit szerezni, akik elviszik végül, hogy nem az van, amit 6 éves korától mondott a tanítványunknál. Értitek? Ez nagyon erős. Nagyon erős, hogyha egy pedagógus úgy gondolja, hogy egy cigány gyerek nem való a gimnáziumban, nem való a továbbtanulásra, és minden egyes frusztrációját őre vetíti, akkor a gyerek elviszi magára, hogy ő csak ennyit ér. És nem egyszer volt olyan, hogy így próbáltak, hát ezek kamaszok, 16 év fölött jönnek ide a diákok, és így hát én nem szoktam úgy fegyelmezni, hogy az ember gondolná, én szigorú vagyok egyébként, nagyon szigorú vagyok, de olyan jól tudok beszélni, hogy azért tudok figyelmet keríteni magamnak. De hogy volt egy gyerek, aki azt mondja, és talán nem üt meg. Érte, hogy így olyan megrázó ez, nem? Hogy egy 16 éves gyerek, hogy így nem üt meg. És amikor megkérdezik egy csomószor a 9-ben, megkérdezik, hogy miért jó ez az iskola? Hát pedig olyan rendesek a tanárok. Ez az első között ott van. Pedig ilyen rendesek a tanárok is, itt tanítanak. Ha látnátok, amikor így elvárjuk azt, hogy diákoktól, ami egyébként elvárás, hogy megérkezzen, legyen előtte tüzettől, legyen része az órának, ha fölszólítom, akkor próbálja meg arra válaszolni. Az is ülünk körbe, hogy ne legyen itt mellé beszélni, de ne bújjunk el egymás hátra mögött. És amikor én fölszólítom, én? Hát nem, én nem tudom. De akármi, akár ha a nevét kérdezed meg egy ilyen helyzetben, azt sem fogja tudni. Különösen lányom. Igen, még a nevét sem fogja, mert hogy az egyszerűen sosem fordult elő vele, hogy a tanár pont őre legyen kíváncsi. Hát ilyen még nem volt, értek? Ez az, amit büntetünk innen. Ez bűncselekmény konkrétan. Ez bűncselekmény. Hogyha ez az egész kötelezettségszegési eljárás, és ami mind mögötte van, ha ezt így megnézzük, és mondjuk kicseréljük a szereplőket, ha a cigány kibeszük és mondjuk erdélyi magyarok vannak odaírva, vagy eszötték azért, hogy eszötték erdélyi magyarokkal, ugye kitenni? Hát gondoljunk bele, hogy mi történne. A mi
lelkünkbe is, és amúgy is mi történne. De így még nem történik semmi. Így még nem történik semmi, hanem csak megmagyarázzuk magunknak, hogy ez tényleg így jó, így helyes, hát különben. Hát most kérd, de most ne most engedjük be őket, tényleg ne? De most tényleg most kint le? Hát örüljük annak, hogy megszabadultunk a számozott utcáktól, mert most minek akarnak ide szobrot meg izét rakni. Hogy egy ilyen, tehát és akkor, amikor mondjuk egy iskola kezd fájtolni a hatóságokkal, az még jobban megmutatja, hogy mekkora a baj. Értitek? Mert mi mindig, tehát amikor érdekek, azonos érdekek, hiszen egy városvezetésnek nem lehet érdekének ellene, nem lehet az érdekének ellene az, hogy a legszegényebbek minőségi oktatáshoz jussanak. Ugye ez nem lehet érdekellentét egy önkormányzatra, de nem. De a mi esetünkben az. Valójában szerintem nem lenne ez érdekellentét, de csak azért érdekellentét, mert cigányokról van szó, és ez ilyen egyszerű, hiszen, tehát hogy ahogy a Jabudini is mondta, a Laci ugye, hogy csak azért, mert fogyatékosokról van szó, és ő pontosan értette ezt a problémát, hogy ez ugyanaz. Hát mi is kértünk tornatermet, és tudjuk, hogy van elég sok üresen álló iskola, egy sok tornaterem, és ami üresen, aki használhatatlanul van, és nem tudjuk meg. És ugyanúgy a tesztén. De máskor jelentkezik a rendszerek, és akkor egyből megkapja ugyanazt, amit már... Ugye, ez történt itt a százas szakmunkás kívánok a tornatermet. És de is kaptatok egy sportpályát? Azt hiszem, hogy... Nem kaptam egy sportpályát. Van egy nyilvánosan használható sportpálya. De a díjat is használva bárki, csak ti nem. Hát, hogy tizetek. Ez volt a nagy vívmány egyébként az önkormányzat. De József utca is sportpálya. Hogy szereztek meg egy ilyen lehetőséget. Én mondom, hogy ez szükséges. És ezt komolyan megkérdezik, hogy meg is tűnt, megköszönjük is, használtuk is. Csak megalázó. Megalázó, hogy akkor is még megkaptunk egy köztéren lévő edzőparkba, mert a gyerekeink, ha fizetünk 5000 forintot, akkor lehetővé teszik, hogy abban az időszakban mások ne használják azt. Értitek? Mert innentől kezdve, hogyha ilyen megtörténik, akkor nagyon nehéz hibáztatni a nyugosít, fokos gyereket, akkor kiesik az autó elé. Értitek? Mert nem tudja, hogy lehet mást is csinálni. Talán még jártál is sincs neki. Hát persze, hova esetleg. Hova esetleg. Hogy nem az autó elé. Ja. Bocsánat, annyit, hogy nem tudom, hogy mikor lehet a felvállalkozat, és akár nagy fogjuk látni, hogy az ő érdeke is az, hogy együtt haladjon a társadalom, a máskülönben nem tud haladni szerintem, igen, társadalom, igen, vagy együtt tud haladni, és így találhatod. Igen, erről beszéltünk, erről beszéltetek eltendig, hogy ez valahogy, hogy mikor fog az, és mitől fog bekövetkezni az, hogy ezt belássa. Ha meg kell nézni, ahol bekövetkezett, hogy mikor következett el, hiába bekövetkezett, erről beszéltünk, és hát Amerikában is bekövetkezett, ezt látjuk. Nem is olyan nagyon régen. Tehát nem a Tamás bátyja kunyhója idején következett be, meg nem a Lincoln-nek idején következett be, már a mi életünkben valamikor, a 60-as években. Tehát ahogyan ez Amerikában és Indiában megkövetkezett, Európában is be kell tudni következni. De valahogy Európában ez nem. Hát talán azért, mert túl sokáig volt nemes. Biztos vagyok benne, hogy ez a favorit. Tehát ez azért meghatározza a magyarság tudatot. Az ispánokra gondolod, hogy bármilyen? Hát most, ahogy így visszajövök, értitek is majd én... Hát, hogy úgy jobbásként tekint magára a magyar ember. Hát igen, hogy ez egy jól, tehát hogy az, hogy most újból bármilyen vannak és ispánok vannak... Döbrögik még nincsenek, mert nincsenek. Majd előáll a döbrögik. De az ez már egy másik. Tehát, hogy ez egy ilyen. Ezek is értékek, csak... Nem hiszem, hogy akkor most tényleg az emberi jogokat venni alapul, akkor, amikor meghatározunk. Bocsánat, hogyha most
feltétlenül, csak hogy valószínűleg ez talán arra is visszavezethető, hogy az úgynevezett, bocsánat, javítsatok ki a rossz kifejezést használ, tehát a többségi társadalom sem elég biztos magában. Hát ha lenne az átlag magyarnak elegendő önbizalma, akkor nem tartana valószínűleg attól, hogy mit történik az imádság. Hát ez nyilván meghatározott, persze. Tehát, hogy feltehetően ez is megjelenik abban, hogy itt Borsodban mondjuk... Borsod a patványozott a igazán. Persze, mert ugye nem tényleg csak érdeklődő szintjén foglalkoztam bármilyen szociológiával, vagy ilyen dolgokkal, de hogy akár mondjuk azt mondom, persze, hogy munkás tüneik voltak is, a munkások és ilyen. De azért Miskolc elég gyorsan lett felhúzva, tehát itt ennek nem feltétlenül voltak történelmi hagyományai, hogy ez egy nagy volt. Ezt a részt mondtam, de most ezt a mondatot nagyjából elmondom. Igen. Szóval, hogy ezek mind azt mondom, hogy nincs elegendő történelmi tapasztalat, nem tudom, hosszú idő tapasztalat arra, hogy merjünk változtatni, merjünk bátrak lenni. Igen. Nekem sokszor eszembe jut, lehet, hogy ilyen úgy mondjuk, nél kellene változtatni olyan legendák, ugye a himnuszunk is egy ilyen lamentáció gyakorlatilag, hogy szentként tisztelünk tömeggyilkosokat a magyar történelemből, tehát ez lehet, hogy erős kifejezések, de egy csömmel is belőtt végig is történelmi tényeket vannak. És egyébként pedig, aki hogyan és ez itt lenyomata van, ami beszivárgó, ugye akár a köznyelvünkbe is. Vagy az én példám azért mondtam, mert egy tipikus miskolci munkás családban a rasszizmus az egy ilyen nagyon lágy formában az úgy folyamatosan érezhetően jelen volt. Tehát, hogy nem durván, de mégis a másodrendűségét át kell érezni a szemplárnak. Vagy ha kimondták, hogy cigányok hozzátették, hogy ez most jó cigány vagy rossz cigány. Csak azt mondtam, hogy az volt ez, hogy viszont aki meg merne bátor lenni, akár helyi vezetőként is, tehát úgy értem olyan, hogy abból a körből, akit egyébként a többségi társadalom is elfogad jelenleg, az valószínűleg, ha nem is rövid távon, de hosszabb idő alatt elég sokat elérhetne, elég sok. Tehát csodát lehetne tenni, hogyha ezt a folyamatot el lehetne indítani valószínűleg. Pont erről beszéltünk, hogy el lehet indítani egy ilyen folyamatot, és el is kell indítani valahogy valamilyen folyamatot, mert ez olyan, mint a pont nem értek hozzá, mint a zöld energia fontossága. Lehet, hogy senki nem érti, hogy most ez miről szól, de azt látjuk, hogy másodében nincsen patakmonok például, amit táplálnak vizesést. És hogy az baj, és hogy két éve nem mentünk el gombázni. Ugye, hogy ezzel azért foglalkozni kell. De hogy emberből vagyunk, és ez egy kicsit nehéz tehát, hogy nem tud varázsot és szerűen megoldódni semmi, mert át kéne állni nagyon sok egyének az agyának arra az üzemmódra, hogy nem vagyok több senki körül. Hát hogy csak azért, mert nekem, én fehére bőrrel születtem, nekem attól nem jár a semmi más, ami másikat ne járhatnak. Meg kevesebb sebe ugye visszatérve az önbizalom kérdésre. Igen, meg de hogy, csak hogy így, ez ilyen sután próbálom elmondani, hogy mit érzek, csak hogy így, mondjuk, vegyük ezt a lila füledet. Ugye, hogy az, arról mindenki tudja, hogy ez egy ilyen turista cucc, ott azért nagyon sok idős nép lakik, előkelünk az autók szépek, akik onnan jönnek lefelé. Az eléggé fura dolog, hogyha megjelenik ott egy ilyen ember, mint én. És főleg anyukámat mindig kötét is volt, és fejkendőt, és 80 éves is mellé, és sétál a Palota utcába, hát a rendőrbe hozza a házba, hogy mit keres ott. Mert azt mondta, meg volt róla győződve, hogy egy forduló cigány asszony. És akkor el akarta onnan tüntetni, mert az nem betiófint a térséggel. Hogy a lőlőkastélyen. Igen, szóval, hogy így ez a, tehát, hogy így azért ezek vannak, amik
meghatározzák azt, amitől nem tudunk valójában egyenlő módon bánni egymással. Mint a himnusz is, hogyha belegondoltok abba, hogy az első mondata, Isten áld meg a magát. Most ez nem tartó, én most álljak vigyázva, húzzam ki magam, legyek el átbüszke, vagy most... Értitek? Nem tudom. Nyilván, hogy kiválasztottuk a himnuszt, az is egy tudatos választás volt, hogy mi lesz a himnuszunk. A magyar álljak meg az Isten, az összes többit nem. Gondoljatok bele abba, mondjuk, hogy a Benji egy afroamerikai diákunk van. Ez mi például egy általános iskola, vagy egy ázsiai, egy kínai. Hinnie kell abba, hogy ő róla, ő neki, szóval az ő róla. Én elhittem, volt olyan, amit a gyerek volt, én hittem benne. Én hittem benne, hogy ez az meg egyszer, hogy én magyar vagyok. Én elhittem. De már aztán helyettettek, hogy nem. Nem is most tudtam meg, hogy nem. Honnan gondolják, hogy én cigány vagyok? A Valdorfban. Én elsőben azt mondták rám, hogy cigány. Még ha nem az egész iskola cigány lenne, mondja a Dabrik. Ami így mutnak a gyerekeinket, értitek? Ők meg megmondták neki, hogy ez eljön valam, és mi nem vagyunk az. Na te az vagy, és az rossz. Na, tartsuk egy kis szünetet, mert nekem nagyon kell kis szünet, bocsánat, tényleg most már, most, hogy már megtudtam, hogy nagyon túlléptünk, 6 óra van. Most 3-kor kezdtük, ha van még kedvünk, aztán beszélgessünk, utána csak is tartsunk egy szünetet. Tartsunk szünetet. Jó? Ha van kedvetek, maradhatunk én is. Így van, én szívesen maradok, hogyha van kedvetek bármeddig, de egy cigit hadd szívja kell, kis illetek, hogy...